Mert megpróbálok körbe menni. November 4-e, amikor az 1956-os forradalmat leverték a beáradó orosz tankok. Én kérek mindenkit, hogy a forradalmárokra, a mártírokra emlékezve egy percig csendben maradjunk. Éljen a magyar szabadság, szláva Ukrajinie! Szóval szevasz, ahogy ígértem, kiadtam a tüntetésre, és elsősorban nem a tüntetésről szeretnék beszámolni, hanem megpróbálják kapni azokat a felszólalókat, vagy egyszerű résztvevőket, akik eljöttek ide, hogy ők miért vannak itt. És közben próbálom neked a körülményeket mutatni, ha magán a tüntetés beszédeire vagy kíváncsi, akkor nyilván egy csomó oldalon meg fogod találni, mert nekem is bízom benne, hogy van még ennyi a magyar sajtóban. Nem tudom, hogy a hang jó. Hazudni lehet úgy is, mint ahogy ebben az épületben velem tettünk. Amikor egy hete egy órán át öt ember beszélt gyakorlatilag rólam úgy, hogy engem nem hívtak meg. Hazudni lehet úgy is, hogy háromszor is elhangzik, hogy egy kérdésről tulajdonképpen engem kellene megkérdezni, majd a riporter hozzáteszi, esznek bennünket. Azt mondják... ...egy és oszthatatlan. Sőt, a kormánymédia Oroszországgal kapcsolatos empátia szükségességéről beszél, miközben Oroszország háborús és népellenes bűncselekmények sorozatát követi el. Az UFO-k által elrabolt Georg Spötle, a kommunista állambiztonságnál Raguza néven ismert Nógrádi György, Bajer Zsolt vagy a 3x3-as tartótiszt Horváth József és társai nem csak szövetségi rendszerünk elárulói. Nem csak ócska frontpropagandisták, hanem az agresszort támogató second-hand háborús bűnösök. Teleki Pál 1941-ben azt írta búcsú levelében, hogy hullarablók lettünk. Most a helyzet még rosszabb, mert nem csak gyávasságból lettünk azok, hanem aljasságból, kicsinyes hatalomféltésből és pénzészségből. A magyar közmédia évek óta árulja nem csak állampolgárait, hanem azt a szövetségi rendszert is, amelyhez minden józan politikus Szent István óta tartozni akart. Ma november 4-e van. 66 évvel ezelőtt verték le a forradalmat. Ebben az épületben ugye azt mondják, hogy a forradalmarok béketárgyalni akartak, de milyen csúnya módon a nagyhatalmak elárultak bennünket. Az egy dolog, hogy ez nem egészen így volt. De ma ugyanebben az épületben azt is mondják, hogy Ukrajna feje felett a nagyhatalmak kössenek egymással békét. Árulják el azt a nemzetet, amelyik fegyver fog hazájáért. Ez hangzik el az önök adófizetői pénzéből. Beszédemet nem tudom mással zárni, mint Faludi György a helytartóz című versének néhány gondolatával. Sajnos Faludi nem tudta, hogy a jövőbe lát. Szabad utazni, csendesen morogni, és lopni. Várhatsz-e helytartótól többet? Obricht, Bierut, Gottwald, Urblicht, Novotny, mind elmaradnak mögötted. Álnok vagy, skizofrén, provinciális és hazug. Opportunizmusod csigája, hány szovjet elvtárs nadrágján mászott fel? Rendszerint nem hiába. Erős vagy. Neked a hatalom minden, más nem számít. Ezért, hogy alkirályi székedből még a legjobb barátait se tudtak kiintrikálni. Egy népet segítettél megalázni az orosznak. Függetlensége álmán, Tipróc fölényes közönnyel, mint Pálfi, Bach Sándor, Tisza Kálmán. A szabadság csodaszarvasát űztük 400 éve, de kifut már utána, te érted el, szívós vagy.
egy országot toltál át Ázsiába. Nagyon szépen köszönjük. November 4-e van, de hát azért ne felejtsük el, hogy miről szól ez a hét, miről szólnak az elmúlt napok. Lehet, hogy itt ebben a hangzavarban nem sokat lehet érteni. Ezt megköszönöm, hogyha jelzitek, hogy hallható egyáltalán, amit én beszélek. Az oktatásról, a jövőtől, valamilyen módon, tehát mondjuk, hogyha lájkol most, mert látom, hogy jönnek, tudod, ilyen... Az elmúlt napok és sajnos a következő napok is fordulat, hogy látom, hogy jönnek a lájkok. Ebből a következően sokat segít, hogyha hallasz, akkor nyom egy lájkot, ha nem jön a lájkot. Hello, sziasztok! Élőadás megy. Rökös propaganda miatt, hogy megkérdezhetjük, hogy van-e ma Magyarországon demokrácia, hogyha az ellenzék vezetője 4 év alatt csak 5 percet tud elmenni, míg valaki Orbánnak egy hétvége alatt 12-szer, ha lejátszották a békemenőti beszédét, valamint az, hogy a tüntetéseken egyáltalán nem adták le. Kész tüntetésre nem adtak le anyagot, vagy csak amikor már látták, hogy 80 ezeren vannak, akkor full propagandát volt szó. Na, és akkor ezért tartottak fontosnak, hogy kigyertek ide, és hányan jöttetek egyébként, vagy? Most 3-an. 3-an, és többiek tanártüntetésen többen voltatok? Igen. Messze van nagyon. Van összefüggés szerintetek a kettő között? Hány évesek vagytok, hogy szabad kérdezni? 15, szuper. Büszke vagyok. Rátok. Szeretjük. És van-e összefüggés a két dolog között szerintetek? Hát persze, hát hogyha, ugye amit mondtam, hogy egyáltalán nem adják le a tanártüntetésekről szóló anyagokat. Úgy nem feltétlen lehet változás, hogyha nincs szabad sajtó, nincs szabad média. Aha, de hogy a tanárok megmozdulása, mert sokan azt vezetik hatáziák a szemére, hogy elmondja a figyelmet, nincs összefüggés, és ezért kíváncsi vagyok, hogy ti, akik érintettjei vagytok, hát tanárok demonstrációnak mindenképp. Ugye, sok MSZP-s politikus azt mondta, hogy van összefüggés, de szerintem nincs, mivel most nem tudom, 2 hétkel később lesz következő. Tehát nem fed rá? Tanártüntetés nem, egyáltalán nem, és szerintem jó, hogy van, mert a két tanártüntetés között lett volna 1 hónap, és az alatt lehet, hogy a motiváció tüntetésre nem ment volna. Már sokszor az elmúlt 12 évben. Hát ti akkor örültök, ha nem akarom szátokba adni a szót, de hogy akkor örültök annak, igen, hogy... Hogy van, és Vadházinak jó? Hát gratuláljunk együtt Vadházi Ákosnak, hogy összehozta ezt a szöveget. Köszönöm nagyon, hogy... Kamerán kívül még beszéltünk. Hát az nincsen kamerán kívül, mert folyamatosan nyomolva. A tüntetés után? Hát megpróbálhatjuk meg, hogyha elkapsz, akkor hajrá. Én addig megyek tovább, hogy hát ha van még olyan ember, aki el akarná mondani a véleményét itt közben. Jöttek hangosabbak is. Nehogy talajra mutogass, ha csuklik a ló. Meg itt megláttam Baranyi Krisztát, hát ha addig elvonhatom, amíg van a dolog. Bocsánat, kedves polgármester, azt mondja, élőadás megy, azért ne, nyugodtan lehet. Csak az a kérdés, hogy utána vagy előtte egy pár szót. Csokik a mai performance. Nem nyilatkozunk. Arról nem. Akárkinek nem nyilatkozunk. Ezt a sajtó. Kedves János, maga micsoda élőadás, hogy szeretném jelezni akar. Neked bár, mikor Juhika tudod? Nem, de hogy te most mész föl, mert akkor nem megzállnál. Nem tudom, hogy hanyadik vagyok. Akkor gyere már addig, János szólsz majd. Ja, most jön ezután. Mert akkor utána elkapnálak, hogy a mai, addig mindenkinek javaslom, aki hal minket, hogy nézze meg Baranyi Krisztát a mai esti ATV-s szereplését, ha úgyis online vagy, akkor rájössz megállítani a más adásokat. Ez semmiképp, de a lényeg, hogy Kriszta ma nem volt hajlandó a Pesti srácok kérdésére válaszolni az ATV-ben, mert ott propaganda orgánumnak olyan képviselőnek nem válaszol. Ma gyakorlatilag ezért gyűjtünk is össze. Köszönöm, Vadházi Ákosnak, ezt nem lehet számot mondani, hogy hányan. Köszönöm, de a lényeg, hogy utána megkérdezem Krisztát, hogy kicsit bővebben fejtse ki, hogy ott milyen érzés volt egy tényleg nettó propagandistával szemben állni.
szűk nem tudom, hogy láttak-e minket egyáltalán. Nem, azt hiszem, a kutya komédiához. Jó, még eddig lehet, hogy akkor a... Itt állunk, ja, Krisztián nyilatkozik. Az MTV a bejáratánál. Szóval elmondom addig is, hogy igazából én úgy jöttem ki, hogy ha van rá mód, akkor olyan embereket szólaltassak meg, akikkel a színpadon látok, vagy pedig egyszerű közemberek, mint ahogy az előbb a gimnazistákról is tudtunk beszélgetni. Magára a tüntetésről, hogyha beszédeket szeretnéd hallgatni, akkor egy más platformon fogsz, gondolom én, videókat találni, ezt később is megnézheted. Sajnálom, hogy nem jöttél ki, legalább egy megosztásnak vegyél részt ebben a blokádban. Zárjuk körbe az MTVA kommunikációját, akkor egy megosztás lánccal addig is, amíg a többiekkel, hát nem tudom, mi lesz a vége, meglátjuk, de remélhetőleg egy blokkád, ami valójában jelzést ad az MTVA-ban dolgozó propagandistáknak, hogy nem újságíróként dolgoznak, és gyakorlatilag a hazát árulják el ezáltal, bárki bármit mond. Még ha Hont András fel is kisítanak. Mert rabságban tartja őket. Most egyébként a tanárok képviseletében hallod a felszólalást. Lehet, hogy megpróbálom addig. Hát juttassuk el hozzájuk a valódi híreket. Követeljük, hogy az MTV az hitelesen tájékoztasson. Valós híreket akarunk. Ja, szevasz Gábor. Gábor, te mész fölbeszélni vagy? Ja, jó, akkor Dömszöri Gábor, hogy utána gondoljuk el, jól tudsz-e beszélni a pár szót itt a kedves népnek? Nem beszélni a anyókat, mert én belájkoltam. Nem beszélni is van, Dömszöri Gábor. Ez már az. Ez már az. Köszönjük. Köszönjük. Jó, gyere, menjünk oda hátrébb kicsit. Elmondom nektek, Gulyás József a 20 évig volt országgyűlési képviselő ezért színeiben. Szóval, hogy én remélem, hogy hallható, amit mondasz. Jelzéseket kérek like formájában, hogy Józsi beszélj, egy hogy hallható-e? Sziasztok! Mondjuk! Szóval... Te mit tartasz fontosnak? Milyen különbözik a mostani állapot, mondjuk a 90 és 2010 között mondjuk a közmédia állapota? Szintén lehetett arról sokat hallani, hogy nem független, pártot próbálják befolyásolni. Ilyen viszonyok, de még hasonlók se voltak. Mi voltak? Mi a legnagyobb különbség, amit megtudtunk? Hát a legnagyobb különbség, hogy egy alapvető árulás kellős közepén vagyunk. Tehát itt tulajdonképpen Orbán Viktor, akit én 89 előtt is már volt módom ismerni, látni, és tulajdonképpen nagyon sokan végigkövettük ezt az életutat egy fiatal emberből, aki egyébként liberális demokrata volt, és egy barátom akkor úgy fogalmazott lelkesen, hogy hát ez a fiú, ez csípőből demokrata, és most azt látjuk, hogy ez az egykori fiatal ember tulajdonképpen minden értéket elárult, aminek a jegyében kezdte a politikai pályafutását. Az, hogy ő büszke volt, és a pártja is tulajdonképpen kérkedett azzal, hogy őket fölvették a liberális internacionáléba, volt a liberális internacionálé elnöke, vagy alelnöke, és hát nagyon sok olyan beszédre emlékszem, ami még csak nem is a 90-es évek elején, hanem akár menjünk 2006 utára, mert az ugye egy másik korszak, akkor már túl volt a liberális önmagának az elárulásán, ez egy másik korszak, akkor már konzervatív volt, de még hazafi, patrióta, és ekészte a akkori kormánynak a külpolitikáját, ekészte a gazdaságpolitikáját, energiapolitikáját, olyan ügyekben, ahol minden korábbinál nagyobb árulást követett el. Tehát itt valaha a rendszerváltás környékén volt egy konszenzus. Konszenzus volt külpolitikai kérdésekben, biztonságpolitikai kérdésekben. Nem volt kérdés, hogy a nyugathoz akarunk tartozni. Nem volt kérdés, hogy ennek az országnak a biztonságát a NATO keretei között lehet garantálni. Most ugye látjuk, hogy Ukrajnában mi van, és mennyire problémája Ukrajnának, hogy
nem része a NATO-nak, el se indult volna ez a háború, hogyha ők részesei lettek volna. De azt is látjuk, hogy Putyin 2002 után egy birodalomépítésbe, vagy birodalom újraépítésbe kezdett, és a koncepciójának a lényege szerint nem áll meg a törekvés az ukrán határnál. Tehát, és eközben az az Orbán Viktor, aki ugye 89. június 16-ai beszédével lett az, aki azzal vétette magát észre, lényegében 2010 óta folyamatos árulásban van ebben a tekintetben is. És ezt szerintem nagyon sokan az egykori Fideszből, vagy azokból a szavazók közül, akik polgári szavazók voltak még mondjuk 2002 előtt, az első Orbán kormány előtt, azok ugyanúgy riadtan nézik. Ezzel együtt a mester és tanítványai és kiemelten a propaganda gépezet ugye ügyesen játszik a úrokon, meg tudják azt oldani, hogy miközben elveszítik a hagyományos értelmiségi táborukat, polgári táborukat, maradnak azok, akik egyrészt egzisztenciálisan ettől függnek, másrészt a vidéki, elsősorban falusi vidéki társadalmakban részben polgármesterek, árfüggetlen polgármesterek, vagy a Fideszhez kötődő, a Fidesznek a finanszírozási látszám, vagy a kormánynak a pénzein lógó polgármesterek mindent elkövetnek azért, hogy legyártsák a többséget, de ez nem lenne, nem működne, hogyha a propaganda gépezet nem lenne hatékony. És tulajdonképpen ez a mai nap erről szól, hogy ezzel a propaganda gépezettel szemben nem csak az ellenzék van verve, mindannyian verve vagyunk. Tehát Józsi, ott kérdezek közben, te a Nemzetbiztonsági Bizottságnak tudjátok, hogy most értem, hogy onnan konkrét információkkal nem még rendelkezésre mondhatod el, de hogy mi lehet a kérdés, mert nagyon sokakat érdekel, hogy mi a kérdés, vagy tehát mi az, amivel Putyin foghatja Orbán. Nagyon sokan felvetették, hogy valamilyen módon zsarolja, kézben tartja, megvette pénzeken a Clodo, hogy hívják, milyen Clodo, a híres mafiódó írta a könyvében, hogy sok pénzt vitt haza oroszoktól. Mi lehet ebben, ami, tehát hogy mondjam, hogy ne keltsük az összeesküvés elméleteket, mégis igen, mi lehet az, ami ebből megalapozhatja? Összeesküvés elméletet nem szeretnék gyártani, tehát olyasmi, amit bizonysággal nem állítható, arra igazából utalni se szeretnék. Egy viszont biztos, az kirajzolódik, hogy nem autonóm ember, tehát a korábbi önmagához, a Fidesz által hirdetett politikához képest, a 2010 előtti narratívához képest itt van egy óriási, megmagyarázhatatlan árulás. És én nem látom azt, hogy kellő szuverén módon döntene nemzetpolitikai, külpolitikai, biztonságpolitikai kérdésekben ő, vagy a kormányának a tagjai. De az, és abban azt kijelenthetjük, hogy most túl azon, hogy úgy tűnik, hogy Putyin szolgálja, de hogy Magyarország érdekét nem szolgálja, azt hiszem ezt nyugodtan mondani. Egyfelől igen, de szerintem nem a Putyin szolgálta van szerintem a fő fókuszban. Ott nem kizárt, hogy van egy presszionálási potenciál a Putyin részéről, és a különböző rosszul kezelt függőségek, beleértve az energiafüggőséget is. Ezekre nem tud jó autonóm válaszokat adni. Hozzáteszem, hogy ez 1000 ponton tehetett volna mást Orbán Viktor vagy a kormánya annak érdekében, hogy ez az erős energiafüggés, amit ő maga bírált 2010 előtt, de még utána is egy ideig, hogy ez ne legyen ilyen erős. Ehelyett azt csinált, hogy a Paks 2-vel egy újabb függésbe viszi be éppen az országot, tehát ott két probléma is van, de inkább három. Van egyfelől az országnak az elzálogosítása, hiszen orosz hitelből fog megépülni Paks, legalábbis egyenlőre ez a helyzet. Van a nukleáris függés, és van a biztonságpolitikai kiszolgáltatottsága. Tehát Putyinnál ezek a kártyák, az energiakártya, a gáz és a nukleáris függésnek a legyártása, ezek nem öncélú, nem gazdasági célú törekvések. Jó, Józsi, nagyon köszönöm. Van valami benned ragad, vagy a tüntetés kapcsán akarsz-e bármit?
még, mert szerintem fontos, amiket elmondtál eddig is, csak hát, ha én... Hát, ámulok, bámulok, tehát ez... Közben mutatom, hogy hányan vagyunk jelen, de hallunk ám, vagy remélem. Mondjad, Józsi, én az ámulok, bámulok után. Nem, tehát, hogy valójában ez ezt nem tudtuk elképzelni. Tehát ugye én 20 éves voltam a rendszerváltás idején, és ez egyszerűen, hogyha valaki hasonlót vizionál, akkor kinevettük volna. Egyébként a fideszesekkel együtt nevettük volna. Megtaláltuk azt, hogy megyek tovább, bár erős beszédek hangoznak el, de azt gondolom, hogy azt máshogy is megértetek. Itt Dömsöri Gábor, a felém hajlandó, vagy egy élőben elmondani a véleményét? Csak felállok, lehet, hogy fel kell. Én vagyok a műsorvezető. Dömsöri Gábor a műsorvezető, miért tartod fontosabb, hogy elgyere ide, és hogy itt elmond a véleményét? Mi az, amivel a Hatházival azonosul, és mivel amilyen vitád lenne ennek a tüntetésnek kapcsán? Hatházival van a legkevesebb vitám a magyar politikusi társadalomban, tehát vele van a legkevesebb. Egyébként meg többszörösen érintett vagyok, hát MTV-ás, MTV-s újságíró voltam, pedagógus gyerek vagyok, magyar állampolgár vagyok, érinte, én konferálom a műsort, és szerintem... Na jó, akkor most fel. Elengedjük Gábort, hogy a műsor folytatódjon. Nem tudom, hogy Kriszta, na, itt van Ákos is közben. Hello, hello. Te most ráérsz, Kriszta, az a kérdésem, hogy... Én mikor a vége felé? Jó. Aztán Ákos, legvégén majd elkaplak Ákos téged. Itt leszünk oldalt. Szóval Baranyi Krisztát próbálom elhozni, akinek az ATV-n ma reggel volt egy, én azt gondolom, nagyon fontos megszólalása. Behívták az ATV műsorába annak kapcsán, hogy nem is tudom mi volt, az elmondja ő, mert hogy most már itt áll előttem. Itt látszol te. Krista, mondd el gyorsan, mert vannak, akik esetleg nem értesültek még arról, mi volt a reggeli átjévés adás, és ott majd kisegítlek, ha elfelejtetted volna, mi történt. Csak röviden foglalod ezt a történetet, és igazából az érdekel, hogy mit szóltál ehhez egész, hogy egy átjévében, amit ugye legalábbis próbálnak eladni ellenzéki médiumként, szembe találod magad egy pestisrácok.hu propagandistával. Mi volt ez? Igen, szürreális élmény volt. Engem azért rendszeresen behívnak az ATV reggeli műsorába, én még soha nem találkoztam ott csak normális újságírókkal, és a Pesti Srácok újságírója reggel késve érkezett a stúdióba, én már bent álltam a pulpitus mögött, már ment a felkonf, és egyszer csak láttam, hogy ki érkezik. És hát nyilván, mivel ő már egyszer majdnem a WC-re, a női WC-re, és utána jött, úgy kellett rácsapni az ajtót a fővárosi közgyűlés épületébe, ezért megismertem. És hát 30 másodperc múlva kezdődött az adás, tehát annyi időm volt eldönteni, hogy én akkor most ott hagyom ezt a helyzetet, hiszen tényleg régóta nyilvánosan is elmondtam, hogy semmilyen propaganda médiának nem nyilatkozom, sőt az Indexnek sem nyilatkozom egy ideje már. És aztán úgy döntöttem, hogy nem szeretném, hogy a jobboldali médiák megvádolnának azzal, hogy megfutamodom érzékeny kérdések elől, vagy hogy én félek tőlük. Úgy döntöttem, hogy ott maradok, és hát akkor elmondom élő adásban azt, amit gondolok róluk, meg erről a helyzetről. Mondd el nekünk is, hogy mit gondolsz erről, tehát miért nem nyilatkozol Pesti és srácoknak? Ide bemenni, ha hívnának? Mert ugye ide ellenzéki politikust viszonylag keveset hívnak, az MTV a székháza előtt állunk ugye Hatházi Ákos által kezdeményezett tüntetésen. Ide bemennél-e, ha hívnának? Ha igen, miért tennél kivételt, ha tennél? Ha nem, akkor nem, de akkor... azoknak az embereknek, akik azt mondják, hogy na hát akkor még jó, hogy nincsenek benne ellenzéki politikusok, hiszen nem fogadják el a meghívásokat, mit üzennél? Hát nézd, ha a Pesti Srácokat propaganda médiának tartom, akkor az M1, az MTV-je, az a propagandisták császárai királyi címét érdemelni. Egészen biztosan nem megyek olyan helyre, ahol nem újságírók dolgoznak, ahol nem a szakma szabályai szerinti pártatlan tájékoztatás folyik, hanem gyakorlatilag a Rogán minisztériumban előre legyártott híreket és beszámolókat olvasnak be. Tényleg a szovjet időket megszégyenítő propagandát folytatnak. Ilyen emberekkel nekem nincsen dolgom.
Mit mondanak ott tényleg azoknak, akik azt mondják, hogy akkor miért csodálkozni, hogy nem is hívják az ellenzéki politikusokat, ha be sem mennél? Hogy mi lenne a megoldás, meg a helyzetnek a feloldására? Bármilyen tisztességes sajtó, legyen az jobb oldali, van azért jobb oldali tisztességes sajtó ebben az országban, bár őket is próbálják ellehetetleníteni, kivéreztetni. Egyre kevesebb van, de nekik bármikor nyilatkozom, bármilyen témában, mert ők tisztességes, és a szakmám szabályainak megfelelő újságíró. Jó. Miért tartod fontosnak, hogy eljöjj ide? Tehát, hogy a Hatházi Ákos által kezdeményezett tüntetésre, akkor erről egy pár szót, hogy, hogy mit remélsz itt, hogy a blokkád az, hogy fog lezajlani, hajlandó vagy-e testi épséget kockáztatásával a Vasrácsokon, majd a Sorompókon, majd a Zsilipes kapun, és a biztonsági örök mindenkinek átkelni. Igen, én voltam már itt egyszer, amikor jó pár parlamenti képviselő átmászott ezen a kerítésen, és megpróbáltak hangot adni a közmédián belülről az ellenzéki oldalnak. Ez nyilván nem sikerült. Én nem tudom, hogy ma este itt mi fog történni. Én azt gondolom, hogy az ellenállás, a tisztességes sajtóért való kiállás, és az, hogy a 130 milliárd forintból működtetett közmédia, az az ellenzéki hangokat is közreadja, az egy alapvető demokratikus feltétel, és hogyha nincs szabad közmédia, akkor nincs demokrácia sem Magyarországon. Jó, hát akkor legyen. A beszédet nem akarom előre kikérdezni, akkor elengedlek is, és keresek még embereket, én azt a videót köszönjük a legyen tisztának, és neked a munkát. Így, hát így megy el. Gratulálnak. Már is igen. Tehát érdemes megnézni a műsort, ha nem láttad. Tényleg jó volt Krista, nagyon tisztán elmesélte azt a gondolatmenetet, hogy miért nem kell a fogalmistákkal szóba állni. Azt ugye tegyük hozzá, hogy az ATV, azt nem tudom, hogy tudod, de... Megoldás, az úriember, már nem tudom, gyere akkor így, mert a fény az így van. Nem tudom, ki az úriember, bemutatkoznál, akkor élő adás. Kis József vagyok. Kis József vagyok, Péter. Gyere picit arrébb, hogy jobban halljanak akkor kockázatot. Bocsánat, kockázatot. Üdvözlöm a nézőket. Üdvözlöm a nézőket. Mondja, hogy mit gondol a helyzetről. Most nem helyzetelemzés jön, mert én egy kicsit ezt tudom már, és lehet, hogy akik otthon nézik, azok azért nézik otthon, mert szintén mondják már a helyzetelemzést, hanem egy megoldást fogok mondani. Jó, megoldást, ami jogszerű, és szerintem természetesen következik mindabból, amit eddig tapasztaltunk. Tehát Péter is valószínűleg azon a nézeten van, hogy nem könnyű a Fidesz megbuktatni kívülről, hanem van egy nézet politikai körökben, hogy a Fidesz belülről fog felbomlani. Hát hogyan? Hogy képzeljük el mi laikusok, akik nem vagyunk a Fideszben? Hát mondok egy megoldást erre. Ha valaki egyedül lép ki a Fideszből, azt lecsekkolják. Mondom, ebből egyetértünk. Viszont, hogyha sokan lépnek ki, akkor nem lesz, aki lecsekkolja. Tehát meg kell győznünk a fideszeseket egyrészt arról, amit egyébként ők is tudnak, csak úgy néz ki, hogy a média miatt némi meggyőzés is szükséges, hogy forduljanak a rezsim ellen, és lépjenek ki a Fideszből. Ennyi az egész megoldás. Jó, akkor ezt üzenjük a fideszeseknek, Gyorgyival közösen, lépjetek ki a Fideszből, hát ez a megoldás. Itt közben, tovább megyek, jó, hanem jó, de nagyon köszönöm, hogy elmondtad a véleményed. Itt közben a tömeg elkezdte skandálni, hogy gyertek ki, én attól tartok, hogy igen, hogy nem fognak kijönni. Akarsz beszélni pár szót? Látod, hogy a tanártüntetés logója van rajta, hogy rád fordítatom? Meg élő adás megy. Értem, hát igen. Van olyan körök szerepelni, de... Hello. Ja, nem nagyon akar. De attól függet ráfordíthatod. Igen, rá. Szerintem ez, egyik, ez is egy nagyon fontos üzenet, hogy a pénzről ez fontos, de miért jöttél ki ide most? Hát azért, mert elegem volt a propagandából, sőt, én minden nap kijöttem Hatházi Ákoshoz, ott vannak a sárga színű plakátok, azokat én raktam ki mind. Ez teljesen egy személyes állampolgári kezdeményezés? Egy személyes állampolgári, meg még egy fontos dolog, hogy hát, hogyha nézők nem tudják, de van egy ember, akit már több mint 5 éve kitiltottak Budapestről, az Orbáni Bűnbanda 5 éve kitiltott Budapestről, Kóka László neve. Igen. És 5 éve kitiltotta csak azért, hogy békésen véleménynyilvánított. Ment rendszeresen a Cinege utcába, meg véleménynyilvánítani, és megelégelte az Orbáni Bűnbanda, kitiltották Budapestről. Na, de lehet olyat, mert engem hát ilyen diktatúrában van. Jó, de hát ez azért, hogy mondjam, én most itt
mosolygok, engem ugyanis Gyöngyös Patáról tiltottak ki egy önkormányzati rendeltet, de nem lehet. Ja, nem lehet? Tehát, nem, de ő persze, csak, akkor, lehet. Ő csak akkor jöhet be, hogyha bírósági tárgyalásra jön be, és akkor viszi magával ezt az óriási zászlót, ezt a Magyarország diktatúra OEG, és akkor bejön a tárgyalásra, minden rendben van, de amúgy ő nem jöhet be hivatalosan. Tehát... De miért jöttél ki ide? Mert azt gondolom, hogy a tanárok melletti szolidaritás... Igen, mert a korrupció elleni jelkép. Így van, a korrupciális jelkép. Miért az fontosnak, hogy ide is elgyere az MTV-hez? Általában részt vesz az összes. Ez a legfontosabb dolog. Tehát az összes tüntetéstől ez a legfontosabb, hogy ide mindenki kijöjjön. Mert amíg a propaganda gépezet működik, addig semmilyen ellenzéki pártnak nincs esélye győzni. Senkinek. Tehát akárki jöhet itt hiteles alternatíva, Jézus Krisztus jöhet ide, senki nem fogja leváltani az Orbán bűnbandát addig, amíg a propaganda gépezet működik. És nem csak itt, hanem ugyanúgy a többi vidéki szennylapot is meg kellene szüntetni, mert ez így nem fenntartható. Világ. Anyagilag sem. Ja jó, hagylak. Ha... Ne, nyugodtan, tehát jó, ennyi. Igazából ez a legfontosabb, igen, lehagytottam. Jó, egy kérdés még, hogy és nem akarok a, hogy mondjam, pártszimpádiádban turkálni, de hogy van-e olyan politikus, akit te hiányolsz innen, akinek a szavazatát... Nem tudom, hogy kik jöttek ide, azt hiányolom, hogy már egy hete tudjuk, hogy ez lesz itt, és az ellenzéki pártoknál nem nagyon lehet hallani azt, hogy most itt lesz ez az esemény, és nem nagyon kampányoltak emellett. Tehát most tegnap írta ki a Jámbor András, meg a Márki-Zay Péter már kiírta korábban is, hogy többen, hát néhányan kiírtak, de olyan egységes, például Jakab Péteréktől egyáltalán nem hallottam, és ez eléggé szomorú, hogy ők ellenzékinek vallják magukat, de mégsem azok ezek szerint. Értem, jó, nagyon köszönöm. Jó. Közben leszólítottak, hogy szeretnének beszélgetni veled, de éreztem, hogy azt nagyon köszönöm, hogy elmondtad. Nagyon szívesen. Én megyek tovább akkor, és megpróbálunk további jó, embereket leszólítani. Jó, és Baranyi Krisztina. Baranyi Krisztinával az előbb beszéltünk, és köszönöm, hello. És köszönöm. Szóval igen, az tehát ez most úgy tűnik, hogy egy backstage videó lett. Én nagyon megköszönöm, megosztod, itt talán olyan emberekkel beszélgetek, akikkel egyébként nem szoktak, vagy teljesen közember, vagy a színpadon felszólaló, felkért politikus, civil szakember, valamilyen módon a tüntetéshez kötődő ember. A lényeg, hogy nem a tüntetés beszédeit hallhatod ebben a videóban, azért érdemes más platformot keresned, viszont azt gondolom, hogy fontos ahogy mondjam, egymással való beszélgetés is, illetve más szempontok is résztek, akkor nagyon megköszönöm, hogyha megosztod ezt a videót, hogy másokhoz is eljusson. Én pedig addig húzva az időt, mert nézem, hogy kivel tudok még itt beszélni hirtelen, elmondom, hogy jövök vissza most már videókkal. Igazából a diákok, tanárok és az ő demonstrációjuk csinált kedvet nekem. Valójában ez lesz a szem, amikor azt mondtam, hogy na jó, nem maradok csöndben tovább, én sem elég sokat próbálkoztam ezzel, de szerintem mindenki kötelessége megszólalni. Nézem közben, hogy ez erre vesz, ne izguljatok felém, tehát hogy nem csak néztek többen, hogy miért feléjük megy a dolog. Igen, addig mutatok nektek tömeget, hogy lássátok, hogy hányan vannak itt. Az a Kossuth Tanács elnöke Koltai András, akit rendben megkértünk több tízezer aláírással, hogy legyen szíves már a névhamisítót, tegyek ki ebből a házból, nem hallgatott ránk. De legutóbb itt álltam, akkor egy nagyon cuki ritmus talált ki a tömeg. Szerintem itt az ideje, hogy ezt előregyünk, úgy hangzott, hogy húzzál el Dániel, Dániel, pap Dániel, olyan a házatos ura, akit mi nem tartunk méltónak arra, hogy bármilyen módon a közszolgálat kifejezést bemutatja, és hogy húzzál el Dániel! Így van! Köszönjük Dániel, eleget láttunk téged, és eleget láttuk azt a kárt, amit okoztál nekünk. Ebben az ügyletben háromféle ember van, háromféle motiváció van. Vannak az elvakultak. Igen, most pillanatok, bocsánat, ne haragudj. Szóval pillanatok, nem akarok elrángatni senkit, többen nagyon figyelik a tüntetés beszédeit. Amint vége lesz, akkor reméljük, hogy hát hogy mondjam, valahogy folytatódik ez a dolog. Nézem, hogy... Hello, mivel? Patrióta. Én vagyok. Patrióta, de az mi? Hogy nem jöjj patrióta, így neveztek el. Ja. Az összes képviselő így, az adás megy, csak mondom. Ja? De hát akkor neked ez promó, vagy nem tudom mi? Nem promó, 6000 követő van is. Ájjjjjjj, nem.
De viszont ja, jó, téged szóval nagyon, nagyon komázva. Nézzétek meg, hogy készül egy szelfi, akkor ezt nem lehet mondani. Bárki így kerülhet bármi helyzetben, hogy... Én köszönöm, hogy itt voltál. Igen, élő adás, mert csak mondom, hogy ha olyan, de ha mondanál pár szót, az tök izgi lenne. Én nem erről. Persze. Így. Hát én... Neved gyorsan, csak egy keresztnév elég. Kellért. Én azért jöttem ki, mert én nagyon sajnáltam, hogy tavasszal a Fradi mobb az azt. Arra buzdította a szurkolókat, hogy a Fideszre szavazzanak, és meglett ennek az eredménye. Láthatjuk, hogy 18 fokban ülnek a tanárok, a diákok, és munkások. És én úgy gondoltam, hogy lesz egy kicsit szolidáris, és ha ezt a baklövést ők elkövették, akkor én meg kijövök, és ezt a baklövést jóvá teszem. De akkor ezért van rajta fradizász? Én nem vagyok meg, de ez egy fradizász, az a másik? A sál. Igen. Ja, a sál. Tehát, hogy én hogy most... Mondhatjuk azt, hogy a Fradi B-középet, ennyit tudok a Fradiról, hát, hogy van B-középet. Kiártam, de... Nem, de hogy azt képviseled talán? Képviseled. Akkor mondhatjuk, azt hogy talán nem, mert... megjelent a székház ostromnál a Fradi B közép. Hát, bocsánat, viccelődöm csak ezzel értem, a komoly témával, de igen. Azt talán nem, mert nem szívesen látnak, de akkor is itt vagyok. Igen, még Vasas is van. Vasas is van. Van, nem bánjuk egymást. Szeretjük egymást. Köszönjük így, akkor Vasas és a Fradi összeér egymást. Na, hát én azért vagyok itt, hogy én nem fogok most ünnepelni ilyen Európa Liga győzelmet, én azért vagyok itt. Én majd akkor ünneplek, ha majd nem ilyen helyzetek lesznek az országban. Én katás voltam, és a katásokat megszivatták. És kimondta a NAV, hogy a katások nem adócsalók. És volt pofája ennek a kormánynak azt mondani, hogy a katások adócsalók. Tetszik érteni? Én értem. Igen, figyelj, hadd kérdezzük még rá, hogy ezt jól értettem el, mert az nekem teljesen kimaradt. A sál azért lekerült, de ez Vasas sál volt, az nem csoda, hogy ledobja egy fradista, hogy a választások előtt a Ferencváros Torna Klub felhívást tett közé. Nem a Torna Klub, a Fradi Mob, az egy ilyen huligáncsoport. Huligáncsoport, és a huligáncsoport mondta, hogy szavaz a Fideszre. Igen. De miért? Le van ment jóba vannak. Nekünk ez a screenshot. És hát sajnos jobban vannak, annak ellenére, hogy ők Kubatov ellen lázadtak annak. De nem. De... Hát de kérdeztek. Igen. Tehát most valahogy jóban vannak, én nem tudom, hogy miatt, de sajnos. Aha. Jó, miért tartod fontosnak viszont, hogy ezen a demonstráció részt vegyél? Mert a katát értem, azt, hogy a Fidesz átverte a választóit, te nem tudom, hogy egyébként rájuk szavaztál-e egyáltalán, tehát ezért érzed magad bántva. Nem, én ellenzékre szavaztam. De hogy miért tartod fontosnak, hogy erre a MTV vagy a propaganda ellen tüntetéssel kigyere? Azért, mert én nagyon fontosnak tartom egyrésztről a korrupció elleni harcot, amit Hatházi Ákos meghirdetett, másrésztről meg... Hát az MTV az egy az M4-et azt nézni szoktam, de egyébként egy hazugsággyár és egy proli triggerelés. Tehát... Elért, azt is mondd el, hogy addig nincs esélye semmilyen ellenzéki pártnak, amíg ez a mocskos propaganda működik. Azt is hát mondd. Igen. Tehát én nagyon szeretném, hogyha ez a mocsokgyár itt bezárna. Mert ez borzasztó. Egyszerűen undorodom attól, valaki... elmondja ugyanazokat a hülyeségeket a közelemben, amiket itt lehet hallani ezen, és már menekülök, falra mászok. Na, mit lehet ezzel tenni? Mondjuk itt közember, itt én azt gondolom és bízom benne, hogy nagyon sok közember nézi ezt a videót, hogy nekik mit tudsz te, mint közember, javasl, hogy mit tett az ember egy ilyen helyzetben, amikor jön szembe ugyanaz a hadosság, amivel egyébként etetik a népet. Lehetőleg minél több ilyen embert, aki fel van triggerelve, felvilágosítani arról, hogy ez egy mocsokgyár, és hogy itt hazugságokat állítanak az embereknek, és hogy ez semmire nem megy, csak arra, hogy azok az emberek, akiktől mindent elvettek, és majdnem gentriként élnek az országba, azok ne a tényleges Orbán Viktorra haragudjanak, aki egyébként a felelős azért, hogy ilyen helyzetben van az ország, és majdnem, hogy létminimumon élünk, hanem haragudjanak Sorosra, Brüsszelre, mit tudom én, Gyurcsányra. Tehát én nekem ezért van bajom ezzel a helyen itt. Jó, nagyon-nagyon köszönöm.
Én köszönöm. Neked köszönöm, hogy itt vagy. Ahogy látod, közembereket és a színpadon felszólalókat vegyesen próbálok megszólítani ezzel a tüntetésen. Ha jól látom. Igen, tehát hogy nem tudom, hogy a volt főpolgármester szeretne nyilatkozni az ügyben. Itt van Lepszki Gábor, nem tudom, hogy te kíváncsi vagy rá, hogy ő mit mond. Ha igen, akkor nyomj egy lájkot, én akkor közben nézem, mert ha magam felé fordítom, akkor látom. Tehát az Lepszki Gábor kérdezzem meg, hogy ő mit szól, vagy miért van itt, vagy nem tartja magát felelősnek, viccelek persze a kialakult helyzetért, akkor bátran nyomj egy lájkot, és akkor azonnal megszólítom, és oda megyek hozzá. Ha nem, akkor addig sétálok egyet, két, és mutatom neked, hogy hányan vannak itt. Én jó sok tüntetésen voltam, de azt gondolnám, hogy hát nem látok el a végéig, te látsz. Szóval, hogy te látsz el a végéig, igen, nem. Le kellett hoznom, hogy lássam az üzeneteket, de nem látom persze. Úgyhogy ezt küldjétek el még egyszerűen, olyan piciben írja ki, hogy nem látom. De én akkor úgy veszem, hogy kíváncsi vagy arra, hogy Demszki Gábor mit mondjuk, megkérdezem őt, hogy miért jött el és miért tartja fontosnak, illetve mit érez a... ez a jelenlegi helyzetem. Gábor, hajlandó vagy egy írőadást meg itt? Szóval akkor gyere Gábor, csak egy picit menjünk arrébb, hogy a hang hallatszódjon. A Demszki Gábor Budapest 20 éven át polgármestere, igen. És hát ami még fontosabb talán bizonyos szempontból, hogy a demokratikus ellenzék, de, hogy nem tagja voltál. Nekem fontosabb talán ebben a helyzetben, igen. Hogy mi a hasonlóság a 1970-es, 80-as évek és a mostani között, vagy van-e hasonlóság, illetve hogy miért jöttél ki, de miért tartod fontosnak, hogy... Az utóbbi évvel kezdem, mert az sokkal könnyebb. Azért, mert maximálisan szimpatizálok Hatházi Lajossal, minden tekintetben. Olykor nem pontosan értem, hogy mit mond, mert zártan beszélni, nem a legjobb szónok. De egyébként egészen kitűnő, mint politikus, azért, mert elmegy a palik. És ebben a tekintetben, ha mit tetszik, egyedül. Korábban mások is próbálkoztak ezzel, éppen itt, kudarcot hallottak, ő az, aki elmegy. Mit jelent az, hogy elmegyünk a falon? Most jelenti, hogy az emberi jogokat korlátozó törvényeket nem tartjuk be demonstratívan. Nem a kő alatt, így jó, hanem kimondjuk, hogy ezeket nem tartjuk be. Azért, mert az alkotmány is, antidemokratikus módon született, és ezek a törvények is úgy születtek. Tehát ezek ránk nem vonatkoznak. Miért merem ezt mondani? Azért, mert a demokratikus ellenzék pontosan így járt el. Megsértettük a sajtótörvényt, kiadtunk lapot, kiadtunk könyveket, erre volt szükség, terjesztettük a demokráciáról az ismereteket, meg a történelemről. Ma ugyanerre az engedetlenségre, civil vagy polgári engedetlenségre van szükség, mert hiába demonstrálunk, 10 000, 20 000, 80 000 röhögnek rajtunk. Amíg nincs meg ez az ütközés, amiről beszélek, addig nem lesz változás. Jó, akkor ez, nem tudnám jobb embernek föltenni a kérdést, hogy a demokratikus ellenzéknek ilyen értelemben azt gondolom, hogy nagyon nagy szerepe volt a Kádár rendszer lebontásában. Tehát a legnagyobb az szerepe akciók, azért az összeomlásnak volt. Na világos, ezért is kérdezem, hogy mennyi az, amivel most ezzel a tüntetéssel mi hozzájárulunk, hogy ez a rendszer boruljon. Fontos lehet ez a 30-40 év tapasztalat. Én azt mondanám, hogy ez szükség van erre, de ennél sokkal több van szükség. Tehát, hogy ez egy jó... Ahogy tetszik, hogy az első fecske. Sok fecskének kellene még jönni, és bizony repülni és húzni a levegőben egy feliratot, hogy az emberi jogok szentek nem azon múlnak, hogy a magyar parlament milyen törvényeket hoz. Az emberi jogokat tiszteletben kell tartani, és ha nem tartják tiszteletben, akkor mi szemben megyünk a rendszerrel.
Világos. Jó, nagyon köszönöm Nemzsi Gábornak, hogy eljött és elmondta a gondolatait. Ezek van. Köszönöm nagyon. Én pedig megyek tovább, hát ha valaki más szeretne. Élő adásban, de élő adás megy. Nem tudom, hogy felét fordíthatom el, mert kérdésre is boldogan válaszolok én is, vagy zavar-e, ha bekerülsz? Majd később. Később inkább. De a kérdés mondod így is, hát ha akkor ha arcod nem akarod csak, és a kérdés nem gál. Hát nem készültem erre fel, nem olyan a sérom. Mondom, mondhatod így is a kérdés. Szeretne. Nem kétszer, ne, senkit nem veszek, aki nem szeretné. Tehát ilyenről nincs szó. Jó, szóval a lényeg, hogy akkor megyünk tovább. Megnézzük, hogy kik vannak még itt, akikkel érdemes lehet beszélgetni, vagy akinek a véleményére kíváncsiak lettek. Ez egy backstage adás lett. A tüntetés mögött vagyunk, remélem azért hallható valamennyire a különböző emberek beszéde. Próbálom úgy intézni, hogy jól menjen. Itt közben az úriember megállás nélkül fotóznak, akit azért vicces, hogy hátul sétálni, mert az úgynevezett rendőröket is látni lehet, ahogy intézkednek civil ruhában. De ez biztos jó, mert azért van akit, hogy védjék a tüntetésre. Igen, közben ha írtok, akkor azt majdnem el tudom olvasni, mert majdnem hoztam szemüveget, mert úgy találom a hátizságban, hogy bátran írjatok. Szóval, ha most kapcsolódtál be, akkor mondom neked, hogy a Hatházi Ákos által kezdeményezett tüntetés backstage-ben, vagy háta mögött vagyok, ahol közéleti szereplőket és átlag embereket. Szevasz, élőadás megy. Nem tudom, hogy el szeretnéd mondani, nem, semmi baj nincs, mert... Murko, hallgattalak. Jó, jó beszél. Köszönöm, köszönöm. Van kedved elmondani a véleményed, akkor itt a lehetőség nem. Ha van kedved elmondani a véleményed. Ott van egy ragyogó felirat, azt nézd meg. Melyik felirat? Ja, kerítés. A kerítésen van ragyogó felirat, azt most kihagyom, azt hiszem. Szóval, visszakanyarodva, a Hatházi Ákos által kezdeményezett tüntetésen vagyok az MTVS székház előtt, de igazából a tüntetés mögött. Átlag embereket, illetve a színpadon felszólalókat próbálok megszólítani, hogy halljuk az ő véleményüket, és mondjuk azt, hogy a ti véleményeket, a saját véleményeket nézek körül, hogy ki az, aki még itt szóba jöhet. Volt már, hogyha visszatekersz az adásban, Baranyi Kriszta, Dömsödi Gábor, Demszki Gábor, volt Fradi Szorkoló, volt gimnazista, volt más is, most a teljes igénye nélkül vedd, és valahol megnézni, ki lehet még itt, aki téged érdekelhet, vagy ő maga szeretné elmondani a véleményét, meglátjuk. Mindenesetre megköszönöm, ha addig is megosztod a videót, és remélem több emberhez, ha pedig a beszédekre vagy kíváncsi, akkor érdemes egy másik csatornát keresned. Nyilván arról sokan beszámolnak, úgyhogy mondod. Mutatom neked a tömeget addig is, amíg nem találok embert, kicsit hátrébb sétálok. Letagadni, elhitetni velünk, hogy a király nem lesz szerepe. Hogy arra nincs pénz, hogy a tanárai megdögöljenek éhen. De arra van, hogy az összes lehetséges csatornán üvölthessék gátlástalanul, hogy mindenki más a felelős, hogy lassan egy kiló kenyér 1000 forint. Hogy olyan embereket állítanak kulcspozíciókba, azoknak a zsebét tömködik jó vastagra, akik a becsületes tanárainkat, akik még hivatástudattal rendelkeznek, fenyegetik és tilultassák őket, mi történik? A moráról hatalnak, és a saját diploma munkájuk egy olcsó, kisbírű, lopott másolat. Azt a tényleg, hogy kényesen és cinikusan hirdetik 100 milliókból itthon, hogy annak az asztalnak a közepére kell szarni, ahonnan enni adnak.
A kap csúnya szó hangzott el a veszédekben, majd írja a jobboldali sajtó. Egyébként nem jobboldali, ezért kormánypropaganda. Óriás különbség. Jobboldali sajtóra szükség van, kormánypropagandára nincs szükség. Megrontják őket, megrontják a lelküket, és arra akarják tanítani őket minden egyes nap, hogy gyűlöljenek, hogy féljenek. És szolgálják ezt a képmutató, álságos, aljas, fagyut, undorító rendszert. Nagyon-nagyon csúnya, ám de igaz szavak hangoztak el, úgy, mint undorító álságos rendszer. Most Fidesz! Erre azért pár lájkot érdemel a közönség. Mérgeznek minket is. Megpróbálnak távol tartani bennünket egymástól, az igazságtól, azért, hogy irányíthatóvá váljunk, és cselédként lehajtott fejjel engedjük, hogy szívják a vérünket. De ennek vége lesz! Mert léket verünk a hazugságon, és hamarosan eljön a pillanat, amikor a hazugok nem fogják tudni tartani az álvalóság határait. Elindult a spirál, ami lefelé húzza őket, és nem elég bátrak ahhoz, hogy megállítsák. Ezek gyáva emberek! Tudjuk, hogy féltek. Látjuk a szemetekben a remegő kisfiút, és azt is tudjuk, hogy hazudtok minden nap, minden órában és minden percben. Ennek a rendszernek a falai már rohadnak, mert mindenhonnan érezzük a bűzét. És nem csak mi, de már a holdról is látják, hogy a király megtelen! Emberként, anyaként hiszek abban, hogy a fény győz a sötétség felett, hogy az igazság győz a hazugság felett, és hogy a szeretet győzni fog a gyűlölet felett. Eljött az idő, cselekedjünk el, kapaszkodjatok, összeszervezkedjetek minden egyes eldugott faluban, és támogassátok a tanárokat, támogassátok a gyerekeiket, mert nem lesz jövő, egy szarkupacot építenek a fejünk fölött, ne hagyjátok! Egyet tudok tanácsolni mindenkinek egy klasszikussal, József Attilával. Az igazat mondjátok, ne csak a valódit. Kezdjünk el élni, állítsuk meg ezt a szaros propagandagyárat! Jaj, megpróbálom elkapni őt, hát van plusz mondani valója, bár nagyon lelkesítő és erős beszédet tartott a színpadon. Rákezdett megint a gyertek ki. Úgy látom, még mindig nem jönnek. Mit lehet mondani Hajnal Edina és Mérő Vera között? Semmit azt, hogy jön Mérő Vera író. Majd tapsot kérek rá. Igen, tehát Hajnal Edina volt a Magyar Anyák csoport nevében szülőként jelen a színpadon, és hát tényleg egy elég erős beszédet mondott. Jó estét, kívánok! Én azért jöttem ma este ide, hogy... Még a sok gratuláció után meg fogom elkapni, majd őt egy kicsit megkérdezem így. Meg azt sem csinálja jól, mit jól csinál.
Már Varga Judit megírt ott pár csülibili újjárt, az a segítségét. Jön Edina, megpróbál majd normálisan beszélni. Ölelgeti még, amit nem csodálok, mert nagyon erős beszélek mondott. Úgyhogy ezért várom őt. Szeretettel, de hát így megy, igen. Szóval mindjárt hajna Edina, magyar anyák. Csúnya beszél. Készítettek egy videó podcast sorozatot. Már is jön. Jön, és akkor megpróbáljuk, hogy hátra. Menjünk hátra, hogy hallani lehessen. Minden szempontból kifogástalan. Kitelen. Szia, Péter. Jó, hello. Figyelj, a 6 kérdezek élő adás megy. Mondd el, hogy igen. Tehát, hogy majd a beszédet azt nem vettem végig, de próbálok itt hátul mindenféle embert megszólítani. Teljesen hétköznapi civil embert, illetve felszólalókat vegyesen, de a te beszélet meg kellett állnom, annyira erős volt tényleg, tehát, hogy beragadtam a tövegbe, és elkezdtem azt venni, pedig mindenkinek mondtam, hogy ne rám figyeljenek, ha beszédekre kíváncsiak. Itt vagyunk, úristen, megijedtem, hogy itt elveszítjük a fonalat. Szóval a lényeg, hogy a te beszélet tényleg meg kellett állnom, mert hogy annyira erős volt. Megküzdelve én imádom a trágárságot, az esetben, ha annak helye van, de Pakontai Lili után, akit két csinált gyakorlatilag a kormányzati propaganda gépezet azzal, hogy hogy beszél egy tüntetésen, te a magyar anyák nevében főz és mondasz, hogy ilyen, milyennek a plusz üzenete vagy? Hát pontosan az, hogy egyrészt Lili mellett kiállunk, mert igenis a trágár beszédnek van helye, és az meg végtelenül képmutató, hogy a Bájer Zsoltok köpik le ezt a lányt, és ez is elég szexista dolog, hogy egy lány és egy anya nem beszélhet, csak nem, ugyanolyan dühösek vagyunk, és van jogunk ahhoz, hogy kifejezzük a véleményünket. Igen, itt azért fontos tudni, ezt csak mondom mellékszálnak itt, hogy Bájer Zsolt volt az, aki Nagy Blanka felszólásnál által 3-4-5 évvel ezelőtt, hát megengedett és ocsmány ronda szavakat mondta el a Hír TV általa odahívott közönség előtt, mint egy tapsikolva. Én nem ismételném meg, szerintem rondán volt mindenki, hogy te használtál. Igen, és hát képmutató de hogy, az egész. Igen, de hogy ezek után ők mennek neki annak, hogy hogy mondjam, hogy nő fel egy generáció, és ezt tanulják el, az mondjuk tényleg minimum képmutató. Ugye, mi az üzenete ennek a tüntetésnek, szerinted, mint magyar anyás szempontjából, mert hogy azért jött. Én azt hiszem, hogy anyaként és szülőként nem lehet nem belállni ezekre a megmozdulásokba, ahol meg akarjuk mutatni, hogy elegünk van, és egy másik országot akarunk magunknak, ahol nem a hazugságokkal pumpolják, és tényleg azt gondolom, hogy mérgeznek bennünket minden nap, és utálom azt, hogy kimegyek a gyerekkel az utcára, és megkérdezi, hogy mi van azon a rövés palkáton, és azt kell mondanom, hogy hazugság. És a MTV által, mert ugye mégis az MTV előtt vagyunk, hogy nálatok van TV otthon, vagy hogy micsoda, még bocsánat? TV van-e otthon nálatok, nézitek a hát MTV adásai családilag. Nálunk nincs tévé, mi az internetről szeretünk az információt. Ott mindig visszanézitek az MTV híradóját. Igen, természetesen jó állapok. Igen. Jó, tehát ugye, de visszakanyarod, tehát mire lenne szükség szerinted, hogy itt változon a helyzet? Mert én a szkeptikusok táborát erősítem, hogy egy ilyen tüntetéssel, nagyon fontos, hogy itt legyünk én, és nem véletlenül, nagyon rég voltam tüntetés, a diákok mozdítottak meg először a fotelből, úgymond, most pedig Hatázi Ákos, mert ezt a két hát hiteles politikai szereplőt tartom, a diákságot, vagy a tanárságot, vagy nem is tudom, hogy mondjam, pedagógus ügyét, illetve a Hatázi Ákos személyét. De mi kell szerinted ahhoz, hogy itt megváltozzon a dolog? És szakértői kormány kell. Az mit jelent? Azt jelenti, hogy azok az emberek, akik hozzák azokat a törvényeket, amik például speciálisan a médiával kapcsolatban, azok olyan emberek hozzák, akik értik, hogy miért kell jól szolgálni a közt. Ma Magyarországon nem közszolgálat van, hanem ellopják a köz jóját, morálját, mindenét. Jó, nem ért, bocsánat, most az ördög ügyvédje leszek, de egy szakértői kormány keretén belül Hatházi Ákosnak az állatorvos tudományi törvényeket adnám, most viccelek persze. De hogy akkor ő korrupcióval már ne is kerüljön kapcsolatba. Hát, de ő állatorvos. Hát arra próbálok utalni, hogy politikusok ülnek a parlamentben. De a szakértői kormány nem azt jelenti, hogy miből van diplomát, azért ezt te is tudod, hanem világos, hogy mi az, aminek oda szenteled magad. Az Ákos a korrupciónak szenteli magát, akkor azzal foglalkozik. Jó. Jó. És szerint ez eljön? Nem tudom, nehéz kérdés. Figyelj, én voltam hátul végig, viszonylag kevés politikussal találkoztam, mert aktív politikussal. Bár nem akarom senkit, de most nem mondanak neveket, párat láttam. Te láttál lenne egyébként ma? Nem, szerintem itt a rendszerváltás alatt nem csak kormányváltást éltünk, hanem ellenzékváltást. Kell egy új generáció, akik már mozognak, és bátran
ki kell választani ezeket a fiatalokat, akik tényleg hittel, szívvel, észre. Szakértő fiatalokra van szükség, hogy változom valami. A szakértők tudnak tanácsot adni fiatalokra. És hogyha okosak, aha, akkor hallgatnak. Jó, tehát ebben ez. Tanártüntetéseknek van-e ez kapcsolódása bármilyen módon ehhez? A médiában? Aha. Hát hogyne, hát a médiában elmondják, hogy milyen klassz minden. Hát teljesen felesleges tanároknak tűnik. Én arra utalok, hogy voltak ellenzéki politikusok, akik azt mondták, hogy Hatházi Ákos, hogy ilyen tüntetés szervezet inkább árt a nagy közös ügynek, hiszen elvonja a figyelmet a pedagógusok ügyéről. Nem, pont ez a lényeg, hogy szerintem ezek az ügyek így összekapcsolódjanak, és mindenki megértse, hogy a NER őt is, meg a szomszédját, meg mindenkit utolér. Nincs szabadulás. Ezért hát nem értesz egyet a MSZP prominenseivel? Nem! Nem értek velük egyet. Jó. Nagyon szépen. Köszönöm, hát itt röhelybe fulladt a beszélgetésünkre. Aztán ez legyen mindig vidámság, hogy Majtényi László, és akkor innen is Laci, elolvastam az Ésben a cikket, Majtényi László írja az Ésben, hogy minden diktatúra röhelyes és nevetséges. Ez tényleg így van, és azt mondja, ez a legtöbb, amit tettünk ma itt ellenük, mert ugye általában a MÁT az hogy a napokban, hogy nem veszünk komolyan őket. Dolmseri Gábor megtámad, remélem. Megtámad meg. Na szóval miért fogadtad el itt a felkérést? Dolmseri Gábor tévés személyiség volt. 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 Igen, régen aztán polgármester volt. Lett. Volt. Mert a település segíts nekem. Most... Bokoron voltam és Pásztor. Pásztor polgármester. 2014-ben, amikor jöttél kampányolni, kaptam tőled egy olyan érmepótlót, amit a kocsiba be lehetett rakni, most veszett el a múlt héten. Nálam még szerintem van, úgyhogy mindenki fordulom neked azt. Gábor, miért váltad a tüntetés vezetését? Vagy szóval, mi van, hogy került a felkérés eléd? Vagy... Úgyhogy miért vagy így nyugdíjas? Jöttem a héten az Ákoshoz többször, és mondta, hogy valakinek kéne vezetni a műsort, és mondtam, hogy sokat ne keressen. Ja. Megtalálta a legjobbat. Na, így, hát, a baráti körében. Igen, Gábor mindig szerénységéről volt híres. Jó, te láttam a föntről egyébként politikusokat? Most, hogy mondják ezt a nem regnáló, de hát, hogy mégis gondolom, hogy ellenzékből lehetne. Valószínű, hogy nincsenek politikusok, mert téged is egyből kiszúrtalak, pedig már régen nem vagy politikus. De vannak, én azért láttam egyet vagy kettőt talán, aki aktív politikus, de sokat nem. Aktívat? Én senkit nem láttam. Ja, láttam aktív. Mondd ki nyugodtan a nevét, ha gondolod, én azért nem akartam. Nem, majd nem is biztos, jó, hogy tudom. Tehát, igen. Nem, azt hallottam most, hogy a Baranyi Krisztinát szeretik az emberek. Ezt hallottam az előtt. Igen, őt szerintem nem véletlenül. Ezt hallottam abból, ahogy reagáltak arra, hogy felment a színpadra. Ez azt jelenti, hogy van a politikusoknak egy olyan generációjuk, akik valami mást jelentenek, mint azok, akik már lejáratták magukat. Szerintem Ákos közéjük tartozik, ezért segítek neki bármiben, amit tudok. Ez baráti segítség is, és a Krisztina az tegnap úgy szerepelt az ATV-ben, ahogy szerepelni kell. Ma reggel. Az tegnap reggel volt, nem? Ma reggel volt. Hát hosszúak ezek a napok. Én a Média egyet néztem, és szerint, ja igen, mert én azt hittem, hogy 5-e van és 4-e, igen, ma reggel, igazad van. Igen, ma reggel. 9:15-kor adta ki a Média 1, igazán. Igen, Baranyi Krisztával beszélgetünk itt, teker vissza, csak most csatlakoztál be az adásba. Ezt elmondta a szereplés, hogy érdemes megnézni, és az ATV segíts a címével. Ja. Nem tudom, hogy mi a reggeli műsornak a címe. Én sem tudom, mi a reggeli műsor címe, ott szerepelt Baranyi Krisztina. De hát azt tudom, hogy a Kárász Robi volt meg a Krug Emily a műsorvezetők, és volt még egy ember, akinek nem tudom a nevét, de a Pesti Srácok újság. Igen, nem propagandistája, hiszen pont ez volt Baranyi Krisztina kifogása. Kifogása. Jó, Gábor, nagyon köszönöm. Jó, bármikor elakadsz. Még egy bocs, csak hogy nem mondtad, hogy kim voltál itt a Hatházi Ákos, hogy egy hétig állomásodott. Ő volt kint egy hétig, éjszaka is itt aludt. Én meg volt, hogy reggel korán jöttem ki, volt, hogy délben, volt, hogy éjjel, fél tízkor, fogadta az embereket. Este de hogy találkoztál-e akkor bárki politikusra, hogy tudsz-e róla, hogy itt volt, akkor engem az érdekelne most, hogy mit szólnak itt általában az emberek ahhoz, hogy a pártpolitika mintha kimaradt volna ebből a tüntetésből. És ez olyan nagy baj? Annyiban szerintem nagy baj, hogy valamilyen módon legalább megosztásokkal, annyiban nagy baj, kellene, hogy annyiban nagy baj, hogy akik pártpolitikusok tehetnének valamit ezért az ügyért,
például benne vannak a különböző választott testületekben, plusz benne vannak a parlamentben, tényleg nem jöttek ide és nem képviselték. Azt én erre utalom, tehát hogy azért azt gondolom... Igen, ebben neked igazad van, tehát hogy nem a színpadra akartak felmenni, ja, nem a színpadra, de nem is jöttek ide, igazad van. És nem is mozgósítottak, vagy legalább nagyon kevesen, tehát egy-két ember neve hangzott el itt a... És hogyha jobban belegondolunk, nem is érdekli őket annyira a köztelevíziózás, ugye? Pedig hát ezért nem kerülnek ellenzékből kormányra. Lehet, hogy nem akarnak. Hát nem tudom. Nem, az egészet nem értem. Őszintén szóval. Jó, elengednek hát, ha fel kell de most nem tudom, valaki. Hogy mit mondott, aztán majd nem fogom megmondani, hogy mikor. Tönkretettük a tüntetést, szeretném jelezni nektek. Rajtunk múlik, hogy itt egy sikertelen tüntetés zajlik ebben, mert Lömsöli Gábor elvontuk a színpadon. Sikeres, mert itt vannak a nézők, itt vannak a szónokok. Hányan lehetnek? Te mit látsz föntről, ha van merszett tippelni? Elegen. Én nem tippelek, az a Rákai Filip, neki nagyon bejött. Nem szeretnék AMG Mercibe járni és Petőfi filmet forgatni, nem tippelek. Annyi pénzből lehetne rendes de olyan 15-17 millió lehet. 15-17 millió ember van itt vélhetően. Legalábbis nem se digában lesz mondani nekünk. Ha most csatlakoztál be, akkor elmondom neked, hogy a Hadházi Ákos féle, vagy az általa kezdeményezett tüntetésen vagyok, vagy hát vagyunk sokan az MTVA székházánál, amit azzal a céllal szervezett, hogy blokkád alá vegye a közmédiát, mert ő azt gondolja, szerintem nagyon helyesen, és szerintem ez a legfőbb gondolat Magyarországon, hogy addig biztosan nincsen szabad választás, addig nincsen választási lehetőség az embereknek, amíg egy választási ciklus alatt nagyságrendileg 1000 milliárd forintot költ a kormányzat propagandára. Nem tévedés a szám, csak a TVA és társszerveinek 130 milliárd éves szinten a költségvetése, ezt megszorozott 4-jel, az mondjuk 520 milliárd, csak az MTVA-nál. Ehhez jön a Rogán-féle éppen most évi 50 milliárd forint, amit különböző kampányokra fordítanak, és ehhez jön a számtalan állami vállalat és egyéb államhoz, vagy az állam csecsén logó cég és újság és egyéb finanszírozása, mert bőven elmegy ez a pénz. Szóval a lényeg, hogy az ő tüntetése, vagy az ő kezdeményezése, az ő tüntetés backstage-ében vagyok alapvetően, tehát a színpad mögött, és részben a színpadon szereplőket, részben teljesen átlag embereket próbálok szóra bírni, hogy miért jöttek el, miért tartják fontosnak, itt vannak, és ha bírja a telefon, nem tudom megnézni az akkumulátor idejét, akkor megvárnám a tüntetés végét is, hogy a blokkád megvalósul-e. Úgyhogy ebben vagy most partner velem. Ha nem hagyjuk a skandálat, megmutatom neked, hogy hányan vannak. Dömsödi Gábor szerint 15-17 millióan. Ez lehet, hogy túlzás Rákai Filip módra, de azért megnézzük, hogy mégis hányan vannak. Nézd meg a saját szemeddel, addig nem fogsz hallani, viszont cserébe hallod a beszédet. Nehezebbnek tűnik, mint talán bármelyik politikai feladat a rendszerváltás óta. De egyúttal fontosabb is. Első lépésként próbáljuk meg elérni, hogy a tévében, amelyet a mi adóforintainkból fenntartanak, hangozzanak el az érveink a nyugati szankciók mellett. Hangozzék el, hogy a bombákat nem Brüsszelből, hanem Putin gépeiről dobálják le ártatlan családokra. Esetleg, hogy hányan vannak itt, és mekkora a tömeg, van-e esély körbe menni az MTVA épületét, már is magasba emellek, hogy te láss helyettem is. Egyébként nem lenne rossz, ha leírnád, hogy hányan vannak, mert én nem látom, hiszen én nem tudok ilyen magasra fölmenni. Nem tudom megítélni, hogy mekkora szeretünk van Putin hadseregének vereségében, de valamekkora biztosan. Tehát a szankciók működnek. Talán ezért is ellenzi őket annyira az Orbán kormány. El kell hangoznia annak is, hogy a gázára Magyarországon nem a nyugati szankciók miatt akkora, amekkora, hanem mert a magyar kormány ilyen kamerát, újabb derikvás, aki mondjuk úgy, hogy résztvevő, mindjárt meg tudjuk, hogy ki ő, és elmondja, hogy ő miért jött ki, vagy miért tartja fontosnak, hogy... Szevasz! Gyors! Hegulszki Zoltán vagyok. Igen, csak hadd legyél a kamerában, én irányítom, hogy igen.
Igen. Szóval miért tartott az fontos, hogy így egy első általános kérdésként? Azért, hogy próbáljuk meg leállítani ezt a fogságjárat. Én voltam itt kedden a képviselő úrnál, beszélgettem vele. Sok pár politikussal találkoztál? Nem. És most a tüntetésen? De ezt nyomozom, hogy hányan vannak itt. Tordai Bencével találkoztam. Tordai Bence itt van, igen. Láttam biciklivel, meg most önnel hát én már nem vagyok az, de igen. Igen, illetve hát mondom, a Hatházi úrnál voltam itt még kedden. Illetve elegem van ebből az egész Fidesz rezsimből, ami folyik ebben a hazugságjárba. A TV1-től kezdve a Kossuth Rádióig, amiket hallunk, ez valami borzasztó. Na és ez miért ez a veleje szerint ennek az egész rendszernek, hogy miért az pont ezt mondta, hogy diák tüntetésen ott voltál-e? Kérdezem én. Mostani 81-es diák tüntetésen? Igen, természetesen. Minden tüntetésre kívülök. Én a leg tüntetésen is voltam. Azon csodálkozom, hogy akkor itt végig rendőrsor talált, a Kukán Magyar Szentír, és most alig látok rendőr. Nem tudom, hogy miért van ez így. Ah, kevés rendőr van, igen. Gondolom, nem félnek, hogy betör a tömeg, igen, nem? Igen. Valamit akartál te is kérdezni, hogy nyitott vagyok arra, hogy én is válaszolok. Hát én most megmondom össze, hogy gyerekeimmel foglalkoztam első körben, akkor ezt neked is mondom egyből, kedves néző, tehát most fogok valószínűleg újra videókat készíteni ezenek az előfutára. Igen, mert hogy nekem a diák tüntetések, vagy hát a pedagógus ügy és a diák tüntetése volt az, ami újra életkedvet lehelt belém, hogy úgy tűnik, hogy van már egy új generáció, amelyik egyszerűen, ha felpiszkálják, akkor kiáll. Nagyon sok pedagógus ismerősöm van. A Hugo Mápoló nő, a férje rendőr, aki, nem inkább nem mondok semmit, hogy mi a véleménye, mert ugye rendőr, a Hugo meg ápoló nő, és úgy nagyjából úgy tőlük belelátok ilyen dolgokba. Lehet, hogy ezért nincsenek itt a rendőrök, mert ők is tüntetnek, ott vannak a tömegben valahol. Hát nem tudom. Bíznék benne, hogy egyszer már ők is mellék állnak. Mesélő egyébként, hogy milyen bent a hangulat? Azért ők se sok jót köszönhetnek az Orbán kormánynak. Hát én úgy hiszem, hogy elég katasztrofális a hangulat. Igen. Attól nem kell félnünk, hogy nekünk jönnek. Vagy... most a sógoromról inkább rosszabb semmit. Az világos, az persze. Jó. Igazából csak megláttam őt a tömegben, és voltam, hogy jó. Ha okay, megengedi, akkor késztek egy fotót. Nagyon köszönöm. Mi a fotót, de azt is igen, lehet kapcsolni. Meg, megköszönném, hogyha... Akkor egy újabb selfie készítést láthatok, ezt bocsánat, hogy élőadásban nyomjuk. Mindig mutatom nektek a tömeget. Már nektek a tömeget. Igen, hogyha szabad. De szuper. Nagyon szépen köszönöm, és további jó munkát kívánok. Köszönöm szépen. Szóval, Hatházi Ákos kezdeményezésre összegyűlt tömeg mögött vagyunk, vagy előtt, nézőpont kérdése a színpad mögött, mert hogy az volt az alap helyzet, hogy általában itt levő résztvevőket, vagy részt... Ebben a fákjában semmi jogellenes, te se lát semmi jogellenes. Én benne nem látok semmi jogellenes, egy újabb kérdés érkezett hozzám. Itt az egyik hölgy, hogy itt az elvtársak, itt mindenkit akarnak rakni a mentő, a rendőrautóban. Fradi szurkoló barátokban itt. Az igaz, de hogy... Akinek ilyen van a kezében, azt berakják a rendőrautóba, akkor ezt jelent kérjem el tőle. A rendőrautó még soha nem voltam itt belül. Nekem én ezt hallottam, most az miért? Ott a Momentum már, de hogy... Nem hoznál nekem egyet, mert nem tudok bemenni így a tömegbe ezzel. Hát annyira szeretném tudni azt, hogy ez egy fákja, hadd mondjam meg közben nézőknek. Tehát az terjed itt, szerintem tévinformáció, hogy akinek ilyen van a kezében, azt majd rendőrautóba rakják, de akkor legalább onnan is tudunk videót készíteni, úgyhogy... Igen, de ha ilyen történne, akkor megteszed, ha ilyen történne, megteszed, hogy videót készítesz róla, hogy... De figyelj, ha beengednek, semmi... én megyek mindenképpen. Tehát, hogy semmi jogellenesnek történjen, nem tudom, csak itt hallották, és köszönöm. Jelens, jó. Szóval én attól félek, hogy ez egy nem valós hír. Bár nézd, nem csak én csinálok videót, hanem a rendőr kollégák is, de őket nem veszem fel, mert régóta ismerjük egymást. Felén van a kamera, úgyhogy mindenkinek igen, jó napot kívánok. Nagyon sok tüntetésen már a Kendermag Egyesület óta találkoztunk, és biztosítottak minket. Nagyon rendes emberek, azt kell, hogy mondjam, úgyhogy erre van felém a dolog, tehát nem nincs ilyen. Ők azért vannak itt, hogy biztosítják a tömeget, ebben én is biztos vagyok. Közben Hatházi Ákos ment fel a színpadra, lehet, hogy őt érdemes meghallgatni még itt is. Jó kedvenek ettől a hírtől, ezért azt is elmesélem, hogy volt egy olyan eset, amikor már a sokadik kutyát operáltam aznap, nem tudom, hanyadikat is a végén,
amikor kasztrálni kellett volna a gyerekszerű mindét, az egyik elét majdnem benne hagytam, hogy jóhoz szólt az asszisztens. De azt megfogadom, hogy nem fogunk fél munkát művezni. Rájöttem, hogy ez nem az igazi, hogy egy beszéd felénél becsatlakozom. Ahogy mondtam, ez az adás nem azoknak szól, akik a beszédekre kíváncsiak, azt nyilván más fórumokon is meg lehet majd nézni, akár utólag is, akár most is élőben. Itt inkább a színpad mögött próbálok elkapni részben teljesen átlagos embereket, résztvevőket, mármint a tüntetésen résztvevőket, akik eljöttek, részben pedig a tüntetés felszólalóit, vagy akár csak itt megjelent politikusokat, volt politikusokat, vagy civileket, akik a színpadon fönn voltak, tehát velük beszélgetünk. Volt itt már Fradi szurkoló, voltak gimnazisták, volt Baranyi Kriszta, akinek mindenképp ajánlom, hogy nézzétek meg a ma reggeli videó, vagy már, na, ja, kezdjük újra. Tehát Baranyi Kriszta ma reggel az ATV-ben járt, ahol hát egy helyzetbe hozták, egy pesti srácok.hu propagandistáját tettek elé, hogy ő is tegyen föl neki kérdéseket, miközben tudva levő, hogy Baranyi Kriszta nem válaszol a propagandisták kérdéseire, így ebből egy purpárné alakult ki ott helyben, mindenképp érdemes megnézni, erről is kérdeztem Baranyi Krisztát, de itt volt a kamera előtt Demszki Gábor is már, most így hirtelen, nyilván nem is tudom mondani, Dömsödi Gábor, igen, szevasz, az állandó tüntető, fordulhat kamera felé? Igen, tehát itt az állandó tüntető, nem tudom, ha jártál tüntetésen, az úriemberrel biztosan találkozik. Tessék? Hogy a Takács József Lászlónak hívnak. Takács József Lászlónak. Van valamilyen plusz üzenete? Itt olvasok van. El akkor a szöveget. Meg... Jaj, opá, dupla, kétszer használatos, mert egy pedagógus. Ne, nem. Olcsó, koldus. Ott majd lefolytom, tahók. A három betű az végén. Így vagyunk. Itt most tovább állok. Nagyon köszönöm mindenkinek. Ja, még a másik oldalát is megmutatjuk, és utána állunk tovább. A zászló is van. Igen, igen, igen. Tehát itt mindenki megtalálható, aki... Már nem láttam. Élő adás, mert csak mondom, hogy nem baj nekem, mert szívesen megtaláltam bárkit. De örülök, hogy nagyon örülök, hogy van. Jó erőt, jó egészséget. Köszönöm nagyon. Péter, nyomja még ezt, hogy vérjem. Nyomom, nyomom, ott van. Ez a lényeg, Orbán takarodj. Ez a magyar nemzeti érdek. Szóval ezt is megtudtuk, érdemes volt eljönni a tüntetésre. Ez kellett volna a diktatúra. Jó, én tovább állok, mert a tüntetésen... Gazdárpát, hogy csinálta? Igen, így integetünk egymásnak. Demszki Gábornál fákja van, tehát hogyha az előbb a Fradi szurkoló barátunk közleménye igaz, mi szerint elviszik azt rendőr autóval, akinél fákja van, akkor Demszki Gábort el fogják vinni, de egyre több fákja ég a tömegben, tehát hogy azt meg is mutatom neked, és akkor kicsit átjövünk a tüntetés máskor. Tordai Bence az első politikus, akivel találkozom. Csáj, ez egy kuriózum, neked élő adás megy. Őrület, hello! Nem vagy az egyetlen politikus, akit megszólaltattok itt, mert ugye találkoztam mással. Vannak itt egyébként már. Elhiszem neked, itt nem voltak. Már legalább három párból láttam. Mondd, hogy kik vannak, mert nem akarok igazságtal lenni, mert többen elmondnak, hogy nem nagyon találkoztak politikusok, de mondd, hogy kiket láttam. Láttam momentumosokat, láttam jó mikosokat, cucikat, és szerintem jöttek át elezvésen. Vezető politikusok vagy, szóval kik név szerint lehet tudni? Az Orosz Anna meg a Tóth Endre itt voltak. Igen, Orosz Anna, Tóth Endre, Tordai Bence sorolja a politikus társadalmi. Zékárpát Dani mondta, hogy jön együtt volt. Dániel, jobbikos kollega. Egy bizottságban volt, mert sokáig meg kell felelni. Annyi kampányon, de egy kicsit úgy érzem, mint hogyha belekényszerítani egy mentegetőzőt. A Szabó Timi itt volt, aztán bevült a TV-ben, mert képviseli a tüntetés szellemiségét az ATV-ben, aztán mondta, hogy ha kitör a forradalom, akkor jön vissza. Ott Baranyi Kriszta képviselte reggel, azt láttad? Baranyi Krisztát is láttam. Na jó, hát ő felszólalt, persze ő. Annál inkább. Demszki Gábor. Demszki Gábor is, igen, már megszólalt. Ilyen értelemben volt a politikus kamera előtt. Na, nem tudom, mert én nem jutottam túl a tömeg szélére. Azt mondta nekem, hát most nem akarok így elakérni, többen kifogásolták, hogy a pártok nem álltak bele elég erővel a promójába ennek a tüntetésnek. Csomóan azt érezték, hogy nem kellő súllyal kezelik ezt a témát. Remélem, hogy a párbeszéd, az például, én nem követem be valamit, most ilyen szinten
a pártpolitikát. A párbeszédnek van kellő súlya, hogyha esetleg ezt akarod kérdezni. Van, igen, tudod, igen, lábomon még mindig érzem. Ha esetleg nem voltam hiteles. De abszolút nem. Ha esetleg nem voltam igen, hiteles. Igen, akkor visszahozta bizonyítandó a fényképet, hogy használ határgyákosnál kín volt. Folyik az élet. Ákos nem igényelte mondjuk a segítségünket, de szerencsére a sajtó kikényszerítette az állásfoglalást mindenkiből, és én úgy láttam, hogy a pártok többsége azt mondta, hogy itt lesz, mozgosítja a saját tagjait. De mozgosította is? Tehát így küldetek ki levélistára valamit? Küldtünk szerintem, mert legalábbis azt kértük a sajátjainktól, hogy remélem, hogy megvalósítottak ezt. Például, tessék, itt egy párbeszédes, hoppa! Úgy tűnik, hogy én tettem spam fiókba a párbeszéd, és tehát nem iratkoztam föl, de ideig kaptam. Most nem tudom, valószínűleg jól tettem. Már mondjam, nem, hogy az nagyon jó. Így is értesültél róla. Így is értesült. Szerintem azért ennek volt jó hype-ja. Nem, de hogy hallottam, hogy az... A személyes jelenlétnél erősebb telesítőkre csináltik el, mert én drukkolok. Viszont volt MSZP-s vezető politikus, nem sem olvastam, csak hallottam róla, ki azt iratkozta, hogy ez a küldetés inkább árt, mert ugye a pedagógus ügyéről viszi el a fókuszt. Ehhez, ja, mégis csak egy pártszövetségben vagytok, hogy... Ha volt is, nyilatkozó nem így benne. Mert minden ellenzéki párttal vagyunk egy szövetségben, amikor éppen választás van. De hogy ha volt is ilyen kritika, akkor azt megfogadták, és ennek nagyon örülök, hogy a színpadon a pedagógus is volt, nem tudom, diákat még nem hallottam, de hát, hogy én maradtam le az elejéről. Beszéltek itt a média helyzetéről, és sok minden másról. Nyilván ez egy kiterjedt és mindennel összefüggő típusú rezsim, tehát hogy szerintem bármelyik pontján kezdjük ki, az használ mindenhol máshol is. Úgyhogy én nem hiszem, hogy ezek a tiltakozások egymást gyengítik, jó esetben egymást erősítik, különösen, hogyha van kölcsön a szolidaritás és a rezonálnak a többiekre, és most ezt látom, ezt a rezonálást, meg most látom a fákjákat is, mert ez például nagyon erős. Fákják. Az tényleg, hogy mondott olyat itt, van Fradi B középből résztvevő, aki elmondta, hogy a Fradi kiküldte a listájára az ilyen, nem tudom milyen, ultrák listáját, hogy választás került, hogy a Fideszre kell szavazni, és ő csak azért is eljött az ellenzéki tüntetésre, mert hogy ezt nem gondolja, hogy helyesen tették volna, amik arra szavaztak. Viszont ő azt mondja, hogy akinél fákja van, az a hír terjed, azt el fogja vinni a rendőrség, most szorított le. De látsz erre esélyt, vagy számíthattak-e azok a résztvevők a országgyűlési képviselő védelmére, akiket esetleg fákja tartás miatt a rendőrség elvinni? Úgyhogy léci, ne üljünk fel minden hoaxnak. Jó. Hogyha ezt kell hozzá, akkor én is megfogok egy fákját, csak az egyik kezembe a bringa, a másikban meg néha a telefon, úgyhogy én nem kértem, de hogyha ezen múlik, akkor persze nagyon szívesen. Én nem hiszem, hogy bárkit veszély fenyegetnek. Innen megkérünk mindenkit, aki részt vesz a tüntetésen és fákja van a kezében, hogy ne dobja el. Tehát, hogy semmiképp tartsa tovább a kezében, nem kell félni, hogy a rendőrség elvész. Téged a Bence, nagyon köszönöm, van-e bármi, amit elmondanám, hogy pártközlemény részszövege, amit így fontosnak tudnál kommunikálni? Felolvasom mindjárt a párbeszéd, vagy picit kapcsolódna. Hát azt kapcsolik, hogy nagyon örülök, hogy látlak, ja, és ja, hogy itt ja, most de... ilyen élőben, most nem is tudom milyen élőben minőségedben. Vagyunk, igen, ez egy élő adás annak ilyen, minden pályában. Politikusi vagy műsorvezetői, vagy szórakoztató hoppesteri. Majd ezt már kamerán kívül addig mutatjuk neked a képeket, amit a háttérben a kis zajokat halljuk, hogy tényleg rengetegen vannak. Szóval lényeg, hogy tovább állok, Tordai Bencét láttátok, aki a Párbeszéd országgyűlési képviselő, nagyon aktív politikus. Köszönöm, hogy további jó munkát kívánunk. Arról majd egy külön adásban beszélünk, hogy van-e értelme beülni a parlamentben, és nem hoznám zavarba őt ezzel a kérdésre. Hagyjuk itt. Határozzi Ákosnak más a véleményt, megyek tovább, megmutatom a tömeget. Addig is neked, és vadászunk további résztvevőkre. Addig ott meglétszi ezt a videót, ha van kedved, mert én nagyon örülök neki. De nézd meg, nagyon sokan vannak, és nagyon sok fákjaiék. Nem szabad menetelni, elbizonytalanodni, megtorpanni, hanem lépésről lépésre kell haladnunk a célig, egyértelművé kell tenni, és meg kell üzennünk a hatalomnak. Ezeknek a lépéseknek szükségszerűen, sajnos, sajnáljuk, de szükségszerűen egyre erősebbnek, egyre határozottabbnak, és ha kell, egyre radikálisabbnak kell lennie. Békésen, de ha kell, radikálisan. Miközben hírességekbe futottam bele,
Nem hallja meg, amit a parlamentben elmond az ellenzék, akkor tüntetni kell. A kormánynak nem elég 10 000 ember, vagy 2 000 ember, 3 000 ember, akkor 40 000 kell tüntetni. Ha az nem elég, akkor nem legyünk el, hogy úgysem tudunk semmit sem csinálni, akkor 60 000 embernek kell tüntetni. És hogyha ez sem elég, és a kormány nem jött a szét szóból, akkor ezeknek a megmozdulásoknak, sztrájkoknak, polgári engedetlenségnek sajnos egyre inkább olyannak kell lenni, ami már kényelmetlenséget és zavart is okozhat a mindennapokban is, de ami a cél, hogy kényelmetlenséget, zavart is okoz az állam gépezet működtetőinek. Nem véletlen, hogy kritikus helyzetek közelettével először a taxisokkal állapodik meg a kormány, még mindig emlékszik. Nálam okosabb politikusokra van szükség. És akkor azt mondtam, hogy mondd el, hogy hányan vannak, mert feltartom a kamerát, és hogy írd meg, azt elfelejtettem el. Így persze én nem látom, már magát a megírt szöveget, úgyhogy kérek, most írd meg, mert most látom fordulni. És közben itt van ápoló, a Tilos Rádió egyik oszlopos betelefonálója, tagja, segítője, résztvevője, aki szintén szól pár szót hozzánk. Tilos Rádió az egyik világszinten az egyik legjobb rádió, Magyarországon a legjobb rádió, ebben egész biztos vagyok. Boltai Katával és Áros Péterrel egyébként minden kedreggel 7 órától haladtok közéleti témájú beszélgetéseket velem is, mármint úgy értem, hogy hárman készítünk műsort, ápoló rendszeresen betelefonálunk, úgyhogy azért mi meg hát egyébként is ismerjük egymást. Figyelj, mesélj picit, hogy miért tartod fontosnak. Egyrészt csak tájékoztatok, terjed egy olyan hír, egy hát valószínűleg nem igaz, hogy akinek fákjon a kezébe, azt el fogják vinni a rendőrök. Számítasz-e ilyenre? Ja, engem a régen vittek el, tehát igazából vágyom rá. Vágy, igen, jó, én is kértem egyet egyből, de nem kaptam még. Tessék. Figyelj, miért tartod fontosnak, hogy kigyere, és szóval, hogy vársz ettől most bármit. Én bevallom, már azért várom a tüntetés végét, hogy kiderüljön, hogy lesz-e ténylegesen blokkád, lesz-e itt konkrét eredmény ma. Mi kellene ahhoz, hogy legyen? Én nem várok semmi konkrétumot, de szerintem ez egy csapatépítő gyakorlat és egy lelki gyakorlat egyben. Ezért ez kurva jó. Kijárok rendszeresen tüntetésekre. Sőt, ott van Demszky Gábor, velem akarsz beszélni? Beszéltem már Demszky Gáborral. Jó, oké. Okay. Ne próbálják elpasszol. Elrítok meg, köszönöm. És hogy én kaptam? Nagyon szépen köszönöm. De hogy került? Hát jó, köszönöm nagyon. Már mutattam is. Hát láttam egy ilyen kivéhet politikus. Köszönöm szépen. A Nórával kapcsolatban van? Igen. Köszönöm mindenképpen, de akkor fel is hívom majd, hogy elkerült az ember. Köszönöm szépen. Akkor egy gyors promót, Elrítok Nóra könyvét kaptam itt kézbe. Mindenkinek javaslom, bár még nyilván nem olvastam. Ez csak a reklám helye volt. Mindenki olvassa, aki tehát ápolóval vissza. Tehát azt mondod, hogy ez egy közösségépítő gyakorlat, és lelki gyakorlat, hogy itt vagyunk. Igen, és ugye az előbb a Tilos dísérte, hogy egy világrádió. Ma nem mentem el a félig romos vidéki parasztházamba, holnap reggel halasztottam, és bekapcsoltam véletlenül a Tilost, és a Ránki Júli műsorában hallottam egy élő közvetítést erről az eseményről, és akkor gyorsan kocsiba ültem és kijöttem, mert hovázzamokon nem túl messze innen. Hopp, tehát, hogyha akkor ezt én, mint Tilos műsorkészítő elfelejtettem mondani, hogyha a beszédekre vagy kíváncsi, akkor a Tilos frekvenciára kellett volna tekerned, én itt a backstage-ben nyomom az ipart, de jól kiegészítjük szerintem egymást. Jó, figyú! Ciao! Azt hiszem, hogy tőlem köszön ezzel, hogy mi történik. Igen. Nem áll, mondd el, hogy mi várható szerinted most itt. Tehát most Határd Jákos beszéde megy, nem lesz rövid, gondolom. Szerintem lehet, hogy páran csatlakoznak hozzá. Páran csatlakoznak hozzá, és itt aludtak majd vele, de hát én nem várok forradalmat. Már lehet, hogy ennek lenne értelme, de az erőszaknak nem vagyok híve egyáltalán. Mondom, hogy... esély erőszakra egyáltalán? Végig biztonságőrök, rendőrök, és hát olyan durva beléptek a rendszer valami. Nem, de nem is jó, hogy bárkinek ez a fejébe fölmerül. Én azt gondolom, hogy lehet, hogy most, hogy az állami média is valamit leadott erről a tüntetésről, talán vidéken is, akik eddig... Szerinted lead az állami média erről a tüntetésről bármit? A Határd az előbb azt mondta, hogy volt a fél-félhatos iradóban egy pár másodperc az élő tüntetés, vagy élőadásban tüntetésről, az épület előttről.
lehet, hogy emiatt egy pár nincs a vidéken, aki csak Kossuth Rádiót hallgat, ennek ennyit néznek, elkezdenek utána nézni, hogyha van netjük, és akkor pár száz, pár ezer ember később, pár tízezer, aztán a millió átfordul, és talán meg lehet változtatni ezt a fönnálló félfasiszta rezsimet. Aha. Na jó, hát legyen akkor ez végszónak, ez így jó volt neked? Ja. Jó. Hát akkor ez ápoló végszóval, hallgassatok Tilos Rádiót, azt ezt közösen üzenjük. Én pedig megpróbálok tovább menni. Hát majd most lassan Hatházi Ákos talán befejezi ezt a beszélt. Köszönöm nagyon. Ciao. Jókolak. Szóval, ha most kapcsolódtál be, akkor mondom neked, hogy a Hatházi Ákos által kezdeményezett tüntetés, mely a MTV székháza előtt zajlik, tehát itt vagyok én, alapvetően azzal a céllal, hogy megszólítsak olyan embereket, akik teljesen átlag polgárok. Szeretnétek még beszélni? Azóta megy egyfolytam. Igen? Gimnazisták csatlakoznak hozzám. Mondd el, akkor én, tehát a lényeg, hogy már beszélgetünk egyszer valamelyikötökkel, de most akkor más valaki beszélne, ha jól értem. Igen, vagy miért? Mondja, konkrét üzenettel jöttetek? Vagy? Nem. Hát, igen, a konkrét üzenet az, hogy forradalom lesz. Most? Hát nem legyen most, de hetekben forradalom lesz. Hetekben forradalom lesz. Ti szervezitek? Igen. Megcsináljuk. Jó, szóval hogy csatlakozunk ápoló kérdésére, vagy az ápoló volt előbb a beszélgető partnerem, aki azt mondta, hogy itt nem lesz forradalom. Én azért levettem rólatok a kamerát, hogy ezzel alapján azonosítsanak titeket, hogy forradalmat szerveztek, de más nincs? Üzenet? Dombozzuk. Na igen, akkor figyelj. Kormányváltást szeretnénk. A Dombozzuk gyengről. Igen, tehát a... Van egy pártunk, igazából mozgalom, a Domborzat Gang, amiben szívesen várjuk az aktív jelentkezőket, mert kevesen vagyunk. És mivel foglalkoztok, hogy hol lehet jelentkezni, vagy mi a célotok? Bármilyen. Ez Matyi és Alex. Matyi és Alex. Instagramon bármikor ránk írhatok. Tessék? Instagramon bármikor ránk írhatok. Tehát Instagramon, de kire kell írniuk? Domborzat Gang Instagramon. Úgy van rajta az Instagramon. Hogy? Domborzat Gang. 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 Mint Domborzat Gang, mint egy gangos ház van. Fiatalok szervezésében, politikával foglalkozó érdekvédelmi szervezet alakulásáról jelentkeztünk, hogy jöttem, hogy ez már egy létező valami? Igen. Ez már egy létező valami. Fiatalok anarchista szervezete, úgyhogy gondoljátok meg, hogy hova jelentkeztek. És üdvözlök titeket, tovább állok addig is, és megnézzük, hogy mi zajlik. Közben elkezdett zuhogni az eső, úgyhogy nem is tudom, hova álljak, mondjuk beállok egy fa alá. Mit szóltok hozzá? Hatházi Ákos beszél. Kicsit sem bánom, hogy nem azt közöttem nektek, mert biztos, hogy sok helyen lesz szó róla, viszont őt megpróbálom elkapni, ha lejön a színpadról, félek, hogy nem leszek egyedül ezzel a törekvéssel. Szóval lényeg, hogy megkérdezném azért, hogy sikerült véleménye szerint ez a tüntetés. Annyira drukkolok, hogy írja ki a telefonom akkumulátora. Belekezdődött a Orbán taparolcsa. Olyan könnyében eltörtént volna ma semmi. Megtettünk egy újabb lépést a cél érdekében, és ez igenis nagyon fontos. Igen, közben próbálom mutatni neked a tömeget. És egészen biztos, és remélem, hogy önök is, én biztos, hogy addig fogom folytatni, amíg le nem győzzük a hazugság gyárát. Egészen biztos, hogy fogunk még ide is jönni, de egyáltalán nem biztos, hogy csak ide jövünk, hiszen azt is tudjuk régóta, hogy ugyan ez a legszimbolikusabb üzem egy gyár komplexumnak. A hazugság gyár komplexumnak ez az egyik legfontosabb gyártó. Én nincs vétel. Szóval Szabó Rebekával futottam vele. Akarsz pár szót szólni a néphez? Persze. Én, de gyere hátrébb, akkor egy picit meg. Ott, szóval kerestük ugye a pártpolitikusokat. Így Tordai Bence után Szabó Rebekába futottam bele. Bencivel már beszéltünk. Igen, Bencét már. Bence után meg Szabó Timi is. Szabó Timi is volt. Azért, mert az ATV-be kellett mennie képviselni a forradalmat. Így van. Jó, másokról tudsz, mert Bencét is ezt kérdezem, hogy kiket láttatok még esetleg, mert nem akarok igazságtalan lenni. Többen felvetették, hogy kevés pártpolitikus láttak, és nem voltak elégedettek a pártok mozgósításával. Néhány momentumosba, név szerint. A Gelencsér Feri. Gerencsér Ferenc?
Sebő Kévi? Jó, ennyi. Jó, jó, ezzel a vizsgán eddig át. Nem kérdezek most ilyeneket, mert mindenkitől azt kérdezik, hogy miért fontos, hogy itt van. De miért fontos? Vagy ez a miért jött ilyen? A pedagógusokért folytatott tüntetésen, és vagy oktatásért folytatott tüntetésen is ott voltam, és itt vagyok. Fontos, hogy ne a propaganda ömöljön ugye a magyar állami televízióban. De így most nem az ömlik. Most mondta a hadházi, hogy bevontak minket a híradóban. Mert benne voltunk a tévében, ahogy a tüntetés. És a Fradi szurkoló barátunk hozott egy fátyát. Most már engem is vihetnek. Terjedt egy olyan hangzat, hogy neked is elmondom, az úriembertől hallottuk, hogy ha valaki fákját tart, akkor azt a rendőrök el fogják vinni. Na, azért ezt nem hiszem. Ahhoz nagyon sokan tartunk fákját. Egyébként már azért is jó. Most már én is kaptam fákját. Nagyon. De hajadra jobban kell vigyázni, mint az enyémre. Szerintem jó látni azt, hogy az emberek lelkesek, és hogy van bennük tettvágy, tettrekészség, és nem szabad hagyni, hogy ez az apátia uralkodjon az embereket, és szerintem ezért is fontos, hogy legyenek ilyen tüntetések. Te is mérges vagy az éppen otthon ülő nézőkre, akik most lájkot küldenek és megosztják ezt a videót, mondom, megosztják. Én nem vagyok mérges. Én picit. Vagyok mérges. A Budapesten él, tehát mondjuk fizikailag lehetősége van kijönni, és mégsem jött. Ha nincsen otthon kisgyerekkel, tehát nincsen helyezkötve, és mégsem jött. Ha nincsen egyéb másokban, és mégsem jött, akkor én mérges vagyok. Én azt gondolom, hogy sokan vannak itt. Jó, ha minél többen jönnek, de én azt gondolom, hogy nem vezet sehova, ha elkezdek haragudni azokra az emberekre, akik még otthon vannak, akiket meg kell érteni, hogy miért maradnak otthon, és meg kell érteni, hogy hogyan lehetnek közelebb őket is. Na és miért maradnak otthon? Itt már is egy... Bocsánat, annyira jó, hogy nem vagyok már politikus, mondhatok ilyeneket, hogy egy politikussal beszéltem. Ki elmondja, hogy ő nem haragudhat az emberekre, vagy nem haragszik rájuk. Nem haragszom. Én őszintén szívből egy kicsit haragszom. Azokra, akik megtehetnék, hogy itt jönnek, de mégse jöttek, aki nem teheti meg, arra természetesen nem haragszom. Most például a diákok által szervezetéről látszom is nagyon sokan voltak. Tehát, hogy azért én most látom azt, hogy igenis az emberek kiállnak ezeket az ügyekért. Ez az nem egy teljesen új generáció volt? Tehát úgy értem, hogy a fiatalok, akik... De most itt a színpadon is voltak diákok. A világos, hát ezt a Hatházi Ákosnak köszönhetjük, hogy voltak diákok. De hogy a diákokon túl, tehát most azok a begyepesedett magamfajta középkorúak, akik eddig nem sokat tettek Én is lassan begyepesedett középkorúnak számítom, de azért voltak, már nem vagyok begyepesedett, szerintem, de középkorú esetleg, szóval, hogy voltak korombeliek is a tüntetéseken. Azért. Tehát, hogy voltak. Nézd, szerintem ez egy nehéz dolog, itt vagyunk egy durva kétharmados fideszes győzelem után, megint egyszerűen idő kell, amíg az emberek újra elhiszik, hogy van értelme, és hogy van értelme kiállni magukért, és van értelme kiállni a közösségért, és azért, hogy ne ez az ostoba, nem tudom, korruptól vagy hazug kormányra mondjon. Egyszerűen lépésről lépésre kell haladni, de én abszolút hiszek abban, hogy lehet eredményt elérni. Azért vagyok itt, és azért vagyok minden más tüntetésen. Számomra ez volt a nap üzenet, és az egyik legfontosabb üzenet. Komolyan, én magam is így voltam ezzel a választás után, hogy mi a, de ez neked is szól ám, mert kicsit te is felelős vagy ezért, szóval, hogy minek csinálja az ember bármit, hogyha ez az eredmény, és nem a kétharmadról beszélek, hanem arról az apátiáról, amit ember tömegek szerintem megbocsátatlan módon megengednek maguknak, tehát, hogy nem foglalkoznak közügyekkel, meghúzzák magukat, és az egzisztenciájukra, kényelmükre, a pénztárcájukra hivatkozva nem állnak ki az elveik mellett. Szóval jó, a lényeg, hogy nagyon köszönöm. Hányan vannak itt? Kaptam egy SMS, hogy 100 000 vannak itt. Szerintem reális ez a szám? Tartok tőle, hogy nem, de kérdezek. Én azért nem jártam körbe az egész tömeget. De biztos, hogy sokan vannak, fogalmam sincs, hogy mennyi. Jó, tehát a politikus válasz, hogy sokan vannak, nem jártam körbe a tömeget. Akár lehet. Hát azért nem 100 000 ezek talán nem. Nem. Jó. Oké, okay. Nagyon köszönöm, Rebeka. Na, köszönöm, hogy beszélgettük. Jó volt látni. Szintén. Én örülök, hogy csak így tovább jó hangulatban. De senki föl ne nyújtsa magam, ezt ígérem, hogy... Akartam beleszólni. Ja. Igen, hát az én hajamnak nem ártana már ez sem. Próbálok vidám hangulatban tüntetésről tudósítani a háttérről, mert ugye hátulról. Ki az, akire még kíváncsi lennél? Ha megírod, akkor lehet, hogy el tudom olvasni. Annyira jót tenne azt a volna szemüvege. Nem leszel, nem tudom mit, mert ezt el tudom olvasni, úgyhogy magyarul van értelme írnod, mert van olyan, hogy el tudom olvasni a szemüvege. Nézze körül, hogy
Szevasz! A kezdett pár szót szólni. Igen, Horgas Péter találtam meg, aki nagy civil mozgal már. Te is részletedek ebben ennek a tűzésnek a szervezésben? Szervezésben nem, egy picit segítettünk, de itt voltunk Ákos. Igen, és te már közelebb kell jönni, mert nem hallanak itt egyébként. Itt voltunk néhány napig, vigyáztunk rá. Felváltva 3 óránként. Tulajdonképpen az egyetlen szervezet voltunk Ákos mellett. Milyen szervezet? Ez egy civil bázis nevű szervezet, ez nemrég alakult, és most ez tulajdonképpen ez az első ilyen színrelépés. Aha. Mi lesz a következő, mert ez többeket érdekel az első után? Mi részt vettünk ennek a 9 pontnak a létrejöttében is, úgyhogy továbbra is az oktatás ügy az egyik fő fókusz, mint ahogy a civil bázisnak a gyerekek és a, mondjuk így a jogállamiság, ez a két fő terület, amire foglalkozni szerintem. Nem tudom, hogy jól hallom, hogy végig van a tüntetésnek, vagy? Nem, szerintem most áll föl a sor, a fákás sor. Igen, most lesz a körben. Jó, hogy a fákjától a körben leszünk. Igen. És tényleg akkor... Na, szóval akkor most indul a buli, ha jól értem. És ez a fákjának van itt jelentősége? Tehát vizes a fű mindenhol, szeretném jelezni. Igen, de a tűz az erősebb. A tűz az erősebb. A forradalom heve fűti elángot. Úgyhogy Péter, elbúcsúzom. Azt még mondja gyorsan, mert hogy civil bázisként még nehezen, vagy kevesen találkoztak veletek. Szerintem fontos minden civil kezdeményezés. Péter, én garanciát adok, hogy megbízható, full civil ember. Mondd el, hogy hol lehet jelentkezni, hogy meg gondolom én, hogy egy kezdő szervezetnek így van. Tehát most az elmúlt egy évben tulajdonképpen alapoztunk, megpróbáltuk, hogy pontosan meghatározni, hogy kik is vagyunk. Van egy, természetesen van egy honlapunk, a civilbázis.hu, azon minden rajta van, minden információ, jelentkezni is lehet hozzá. Van most, már lesz egy helyünk, úgyhogy szépen növögetünk, és ez nagyon fontos. Ez ugyan egy civil szervezet, de ez egy politikai szervezet, és az sem. Párt tá fog válni, nem, vagy? Nem, ez nem fog pártá válni, de ha szükséges, akkor lesz párt. De ezt majd a tagság el. Már politikus. Tehát nem párt, hanem azzá fog válni, nem, a szükséges. Nem, 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 nem ezt mondtam, Péter, nem ezt mondtam, nem ezt mondtam. Azt mondtam, hogy ez a civil bázis, az mindig egyesület marad. Az lesz. És ha szükséges, akkor lesz egy pártunk is. Világos, tehát akkor... Világos, igen. Így teljesen világos. Egy kezdő, majdnem párt szervezőivel beszélgettünk, civilbázis.hu, ma még biztonságos belépned. De a politikai... Politikát el nem kerülő. Nem, politikához nem kell feltétlenül párt. Politikával lehet foglalkozni párt nélkül. Ebben teljesen igazán is egyetértünk, tehát politikával lehet akkor kell párt, akkor szükség van rá, nem? Így van. És akkor se kell nagyon sok, hogy a Fidesz mondaná, egy is bőven elég. Jó, Horgas Péternek köszönöm, civilbázis.hu, hogyha utána szeretné járni, vagy nézni, hogy mi ez a kezdeményezés. Köszönöm ők álltak most is a Hatházi Ákos féle tüntetés mögé segítséget. Köszi Péter. Most pedig, ha minden igaz, akkor az történik, hogy túl azon, hogy gyertek ki, skandál a tömeg, fákjával a kezében kezdődik az izgalom. Ahogy mondtam, nem biztos, hogy vagyunk 100 000-ben, de hát 1000-nél biztos többen vagyunk. Mutatom is neked felemelve, csak akkor nem tudom hozzád beszélni, hogy hajad. De a tömeg az ajtó elé gyűlt és kiabálja a gyertek ki skandálandó szófordulatot. Tehát itt tartunk most. Én ettől a fákjától viszont nagyon megszabadulnék, mert így nagyon nehéz egy Ritók Nóra könyvet tartanom, miközben egy fákja él a kezemben, ő. Tényleg így te is tartod a fákját esetleg. Majd őt. Vedd úgy, hogy te is tartottad. Nagyon megköszönöm, hogy megosztod ezt a videót most, hogy indul a buli. Hát, ha látjuk, hogy mi zajlik majd ott. Ezt te jobban fogod látni, mert felemellek megint itt a fejem fölé. Péter, ezt nem segítesz nekem? Ezt... Nem, hogy ez nem... Hogy nem kell nekem az. Jó. Jó, mert nem tudok egyszerre kezelni mindent. Jó, köszönöm. Lepasszoltam a fákját, és az oktatási jelszót kiaválja a tömeg, csak hogy az miről van szó éppen. Szabad ország, szabad oktatás! Szabad ország, szabad oktatás! Elég sokáig áll a tömeg, most fölviszlek, ezért engem nem fogsz hallani.
viszont cserébe látni fogod, hogy mekkora a tömeg. Így olyan egészen ide a rendőrség. Szabad ország, szabad oktatás! 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 Bár lemaradtam a parasztot néz, mindegyésünk ott a parasztot néz, mindegy a úriember, aki ott az MTV ablakából kikulcskáló Hab Dániel formára van, ő is videózik ezt így. A hablóban a telefon. Telefon. Ott nál a telefonban ő is elér. Hát akkor jó, annyit tudunk, hogy az MTV 130 milliárdból képes legalább telefonnal rögzíteni az előtte zajló tüntetést, ez is jó hír. Nincs hatalmat felettem, 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 nincs hatalmat felettem. És azt is megtudtuk, hogy nincs pár szót, Kata pont itt a Kata üzenetét olvasod, pont ránk üzent. Itt Kata, itt van egy úriember, aki azért jött ki, mert mi délelőtt itt jártunk Katáz Jákosnál. Hogy hívnak el, már bocsánat, így beleszavaz. Tóth Gergő vagyok, és lázasan jöttem ki, kicsit távolabb is állok. Igen. Torokfájás, meg lázzal. Két lázcsillapító van bennem, és azért tettem ki, ez a legfontosabb tüntetés, amit itt kell lenni. A diákok tüntetése után tömeges hazudozásba kezdett a kormány, úgyhogy a média, a kormány saját médiája tökéletesen működik tovább. Úgyhogy ha valamiért ki kell jönnünk, és valamiért ki kell állnunk, az ez a tüntetés. Aha. Szerintem mi lesz a két, mert hogy mondjam, békepárti mindenki, aki itt van. Tehát mégis csak egy, hogy mondjam, erős fáklyás tömeget látunk magunk körül, akik a MDBA bejáratát előtt állva, a vas logon kopogva elégedetlenségüket fejezik ki. Szerintem mire számít? Én most beszéltem telefonon az édesanyámmal, aki azt mondta, hogy a 70 pluszos korosztály nem fogja bedobálni azokat a fáklyákat az épületbe, és érzem a kontrasztot a jelenlévő tömegben, a generációs kontrasztot, a fiatalabbak egész más dolgokat skandálnak, mint az idősek. Aha, de hát itt én nem is látok, jó, találkoztam 70 pluszos emberrel, nagyon helyes. Sokat is, és örülök neki, hogy én is örülök. Igen, nagyon jól beszélgettem egy 80-as bácsival, aki pont annyira volt képben, mint amennyire magamat gondolom annak, és ez nagyon jó érzés volt. De mit gondolsz, hogy hanem mi? Igen, közel. Igen, tehát hogy itt egy ideig itt fogunk állni és skandálunk. Oké, holnap mi lesz? Az MTV... Nem tudom, de szerintem ez úgy működne rendesen, hogyha legalább annyian, ahányan most kint vannak, meleg teával és szendvicsekkel készülnének a következő túrnusra. És reggel... Te akkor itt leszel most végig? Én addig, amíg a zsebemben található lázcsillapítók hatnak, mert most nagyon jól érzem magam, semmi bajom tőlük, addig itt leszek, igen. Aha. És arra kell készülni, hogy a tömegnek egy része itt marad, és itt éjszakára. Igen, én örülnék egy ilyen forgatókönyvnek, és ha ez most nem is történik meg, akkor ezúton szeretném felhívni a figyelmet. Ajaj, látják. Na hát a rendőri túlkapásokat élőben tudom közvetíteni, hogyha gondoljátok, ugyanakkor az ajtóbetörés is. Hát akkor följebb emelek titeket, és a no comment címen, tehát kommentár nélkül láthatjátok a rendőri intézkedést. Most
Igen, tehát vagy civilek, vagy civilulás rendőrök, vagy nem tudom kik szóltak. Közben visszajöttem hozzád, bocsánat, csak ez egy mondhatnám, hogy fontos akció volt, hát ha mondhatjuk volna, de hogy nem tudom eldönni, hogy civilulás rendőr, vagy nem tudom, civil ember állított el a tömegeket. Tömegek, akik rázták. De ott tartunk, hogy akkor szerinted itt igen, lesznek emberek, akik itt maradnak, itt éjszakáznak, és várják a te szolidaritásodat is, miszerint hozzá forró teát, meleg ételt, hideg szendvicset. És 6 óránként cserélhetni lehetne ugyanazt a létszámot, fenntartani sokáig, és biztos, hogy benne, hogy nagyobbat szólna bármelyik tüntetés, hogyha nem egy koncerttel, vagy a himnusszal zártánk azt pár óra elteltével. Figyelj, nem maradtam a színpadon el az beszédekről, mindig a hátul voltam itt, és itt beszélgettem emberekkel, hogy elhangzott ilyen a színpadról, hogy ez valósul meg, vagy ez a te ötleted most? Ez most az én ötletem volt, régóta gondolkozom ezen, hogy ez nem így működik, más nemzeteknél, Egyiptomtól kezdve, szerbeken át, erre látjuk a példákat, hogy azok a tüntetések váltak be és működtek, amik nem értek véget pár óra elteltével. És abban nem vagyok biztos, hogy ezen a tüntetésen ez a forgatókönyv megvalósul majd, de abban biztos vagyok, hogy a jövőben így működik majd az a demonstráció, ami változást fog eredményezni. Ebben biztos vagyok. Jó, hát én még gondolom, hogy ez megvalósuljon. És hogyha a tanárok tüntetésére ki tudtak menni 40 ezeren, akkor 10 ezer ember elég lenne ilyen 6 óránkénti váltó, minek hívják ezt? Mezőgazdaságban vetésforgó, 6 óránkénti vetésforgóval lehet. A sportcsodat eszem, amikor átadják a rudat, és azon gondolkozni, hogy azt hogy hívják? Stapéta volt arra. Szóval, hogy ha kisegítenél minket szavakkal, akkor is gyere bátran. Elbújtom, van bármi, hogy mondanál azok, akik otthon ülnek? Igen, hallgassák a hajnali hasadást kedvenként. Jó, tehát a Oltai Katalin és Sáris Péterrel közösen a Tilos Rádió 90.3 FM a hajnali hasadást minden kedden reggel 7-kor. Nagyon kösz, hogy beszéltünk, így folytatjuk majd. Én próbálok addig, hát már majdnem betörte a tömeg a kaput, iszonyú messze áll a tömeg egyébként. Most így azért azt látom, hogy bárki bármit mond, itt bizony, tényleg sokan sokfelé állnak, mutatom is neked, addig ugye még messze vagyunk, de megmutatom neked, hogy hol tartottam meg, figyelj, körbeállják az emberek az MTV a székházát, hát én mondhatom azt, hogy sokan. Te jobban látod, mint én, mert én ameddig a szemem lát, azt látom, hogy égnek a fátyák. Szerintem... Még ez... Megnézem, hogy hátra tovább látom, de igen, bizony. Itt a... Ezen a fronton legalábbis... Keleti fronton vagyok. Szóval itt végigáll az embertömeg az MTV székház előtt. Itt volt ugye a színpad mögöttem, és erre áll végig az emberek tömege. Úgyhogy a kapunál mondjuk hangosabban zajlik, vagy hangosabban megy a skandálás, és még a kaput is zörgetik. Itt csak a hazudnak tábla alatt állnak sokan, és hát ez az MT-be egy ablakában látni embereket. Kukocskálnak ki. Kíváncsiak a hírekre, úgy látszik személyesen. Igen, hát itt végig áll a tömeg. Momentum pultnak, azt már megtudtuk, hogy a Momentum az pulttal kitelepülve is van. Itt van hatházjákos sátra, ahol egy hete tanyát vert. Itt aludt, itt voltunk nálad délelőtt, hogyha az ő szavaira vagy kíváncsi, akkor érdemes visszanézned az üzenetet. Na itt az MTV-vel másik bejáratánál is viszont úgy tűnik, hogy gyűlik a tömeg. Itt szinte kizártnak tartom, hogy be lehessen jutni, mert hogy zsilipes rendszerben működik a beléptetés. Gondolom én, hogy golyóálló üveggel, biztonsági övekkel, mindennel. Én azt sejtem,
a tömeg békségéből fakadóan senkinek nem célja valójában betörni az MTVA épületébe, az MTV épületébe. De itt azért ajjajjajjajjaj, mintha gyulladnak ki, vagy az a fákja túl közel lenne, vagy nem is tudom, mi zajlik itt. Kinél van a pulcs? Igen. Grafitiznek. Őket inkább nem mutatom, hogy nem már az én videómból lehet azonosítani őket, inkább csak az alkotást. Menjünk be! Szóval az zajlik, hogy graffitivel fújják az üveget. Menjünk be! Méghozzá azt, hogy U1G. Menjünk be! 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 Itt egy olyan, hát, 50 ember van ezen a szakaszon, van, aki éppen plakátot ragaszt az épületre. Nem tudjuk még, mi lesz a szöveg, de ki fog derülni hamarosan. Az majdnem biztosnak lehető, hogy hány nő a vége. Az A-hang aktivistáról lehet szó, hiszen A-hangról van. Jó szándékkal jöttünk, hey! Jó szándékkal is jöttek emberek, mint jó magam is. Remélem, hogy te is, aki nézni a szóadást. Szóval, úgy tűnik, hogy maga a tüntetés az abban a formában, mint hogy beszédek, véget ért. Nekem viszont az a helyzet, hogy most éreztek ki a telefonom, hogy az akkumulátor merül, és sajnos nincs lehetőségem tölteni itt helyben. Úgyhogy ha ez eléri a kritikus szintet, akkor el fogok búcsúzni, bárhol is tart ez a tüntetés, de ez még azért 20%-ot jelent. Addig mutatom neked, hogy végigér a legalábbis ezen a keleti fronton végigér a tömeg a MTV épületének, ez egyébként óriás, nem tudom, hogy ezt mennyire vagy tisztában vele, hogy mekkora területet foglal az MTV székház, de hihetetlen nagy. Tehát ugye itt szerintem egy olyan 3-400 méter hosszá, hát az talán túlzás, 200 méter, 250 méter lett hosszában, szóval még egyszer annyi befele, tehát teljes tippben vagyok. Nézd meg inkább a Google Maps-en, hogyha többit adok róla, kíváncsi. De a lényeg, hogy a Kunigunda út, Huszti út talán, nem tévedek, ha mindegy, óriási terület, ahol van, tehát hogy ezt körbezárni is már rengeteg embert igényel. Megnézem, közben, hogy mi történt a másik kapunál, ahonnan indultunk, mondom, itt azért végigáll a tömeg, de végig esik az eső is, úgyhogy nem tudom, mi lesz itt. Ahogy az egyik megszólalunk, ugye itt most mondom neked, aki most csatlakozó lesz ebbe a videóba be, a videó elején alapvetően végig olyan embereket próbáltam megszólítani, vagy teljesen átlagos állampolgárok, akik kijöttek a tüntetésre, mert ezt fontosnak tartották, vagy a színpadról lejövő, vagy oda készülő embereket, vagy hát volt politikus, volt Gulyás Józsi, volt Demszki Gábor, mint volt politikusok, volt Baranyi Tiszta, mint felszólaló, Dömsödi Gábor szintén, itt közben gyertek velünk el, én nem csatlakozom. Elindult a tömeg. Szóval a tömeg egy része, az végig vonal a tömeg másik része előtt, az, hogy elegünk van. De nem tudom, mi lesz itt a folytatás. Addig is mindest elmondom, tehát, hogy ebben a videóban, hogyha előre tekersz, hogyha nem az elejétől nézed, akkor azt kell tudnod, hogy volt politikusok, színpadon felszólalók, illetve teljesen átlag állampolgárok, akik kijöttek a tüntetésre, mert fontosnak tartották, hogy itt legyenek, szóval ők szólaltak meg. Én azt gondolom, hogy sokan érdekeset mondtak. Volt olyan felszólaló, aki azt itt az utolsó időben, tehát nem kell sokat visszatekerned, hogy lásd, aki azt mondta, hogy a tüntetés végeztével azt tartaná helyesnek, ha a tömeg itt maradna, és őket váltanád te, aki csak adásban nézed ezt a megmozdulást. Tehát, hogy szépen rotálva, egymást váltva emberek folyamatos jelenlétet biztosítanának az MTV előtt. Nem tudom, hogy Hatházi Ákos maga mit tervez,
Sőt, igazából a nagyobb probléma azt mondom, hogy ő hol van, mert ezzel megkérdezném, hogyha szeretném, úgyhogy lehet, hogy ennek utána járok. Remélem nem ment el a sátrába aludni, mert akkor nem fogom megtalálni. Úgyhogy itt már lazul a tömeg. Gyakorlás kérhetek? Persze, egy öklöst átadtam. Hát Ákos, nem láttátok véletlenül, mert nem, annyira nem elpasszám. Eltűnne, jó, nem tűnt ő el, mert... jó. Köszönöm. Köszi. Szóval, hogy megnézem, hátha az Ákost megtaláljuk. Fontos lenne elkapni, hogy mi várható most. Tehát ő nyitott-e arra, hogy... Köszönöm szépen az értékes információt. Igen, szóval itt vannak, erre megy a kamera, csak mondom, nem titeket veszlek. De hogy akkor jó, szóval nem láttátok, hogy arra. Azt mondta, hogy arra. Arra? Elment arra. Na jó, akkor megyek tovább, hát ha belefutok. Félek, hogy ez már nem ma lesz. Megkérdezném, hogy nyitott-e arra az ötletre, amit a fiatalember mondott, vagy ő mit tervez. Ott tényleg ott arra van kiabálás, akkor lehet, hogy azért megy arra ő is. De a konzultációs papírokat lehet most tervezik felgyújtani. Nem tudom, hát próbálnék én az események nyomába eredni, de úgy szaladnak innen az események, hogy ihaj. Gondolom minden forradalom így indul, hogy kicsit nyögvenyelős a szervezés, de aztán forradalommá válik a dolog. Félek, hogyha te otthon ülsz, akkor ma ez itt nem valósul meg. Jó, mindig csak itt próbálok ilyen cinikusan ironizálni, és felhívni a saját felelősségedre a figyelmedet. Hogy hát bizony az ilyen rendezvényeken szerintem részt kell venni annak, aki tényleg aggódik a demokrácia állapota iránt. Határ Ákosnak szerintem 100%-ban igaza a tekintetben, hogy amíg ez az MTVA ilyen formában ennyi pénzből pártpropagandát szól az arcunkba, mindenki arcába, addig itt szabad választásról nem lehet beszélni, hát pedig az rajtunk, rajtad, a tömegen múlik, hogy meddig hagyjuk ezt. Ő egymagában nem fog tudni eredményt elérni, viszont ha te is segítesz benne, akkor van rá esély. Igen. Úgyhogy így vagyunk. Hát vége, végig áll a tömeg. És hát nem áll, hanem hogy égnek a fákják és mennek arra. Igen, és nem is félnek. Mármint, hogy eskandálja most ott az emberek egy csoportja. Nem félünk, de mitől? Mert hogy félni, én se félek. Max, hogy nem tudom, hogy mi zajlik, és így nem tudom neked sem elmondani. Mondhatnám, olyan tájékoztatást tudok csak nyújtani, mint az MTV. Kitalálok valamit, és azt közlöm veled. Kizárólag olyat, ami az érdekemben áll. Na, ezt az inkább elkerülném, hogy kicsit csöndben maradok. Megkérdezem, hogy ennél külsztíme nyomják. Bocs, melyik? Honnan vagytok meg? Én a MTV-től. MTV-s tábba futottam bele, itt vannak mögöttem éppen. És megkérdeztem, hogy ti erről egyébként beszámoltok? Még egyszer? Beszámoltok erről, mint esemény? Fogalmam sem nem tetsz róla, ugye, mert csak a kamerát tartod, igen. Igen, szóval, hogy itt az van, hogy nem tudtuk meg, hogy az MTV beszámol az eseményről, de legalább itt vannak, el is valami. Jó. Szóval Mocskos Fidesz az megy, nem tudom, hogy ezt tervezik-e mondani, de szerintem mindenki vicces, hogy te láttad az MTV stábját, hogy nem közvetít az eseményről. Ők maguk sem tudják megmondani, hogy mi lett itt. A tömeg itt közben összegyűlt a kerítés egy szakaszánál. Már amennyire tömegnek lehet nevezni ezt a 100-150 embert, aki ezen a szakaszon összegyűlt. Már most egyre többen jönnek ide. Hagyják le a drótot közben az MTV kollégái, hogy kik járnak itt, mik járnak itt, videóznak segítség. Ez a közvetítő torony, itt azelőtt állunk, óriási torony. Lehet, hogy ez még a ma éjszaka folyamán ledől.
De ez viccnek is rossz, itt egy békés tömeg van. Szabad ország, szabad média. A szabad ország, szabad oktatásra reflektálandó üzenettel. Tehát most itt talán esemény is lesz. Ha megszakad az adáson, azért előre elnézést kérek tőled. Az azt jelenti, hogy lemerült a telefonom, de azt még talán tudnak majd figyelmeztetni előtte, hogy kapcsolját valaki másra, aki között. Ezt fogalmam sincs, hogy hol megy az adás, és hol megy. Szóval, hogy meglátjuk, hogy mi zajlik. Te nézz közül addig felülről. Én a Tilos Rádió! Nagyon jót hallottunk, éljen a Tilos Rádió. Az MTVA kamerája az kereket old, mondhatnám. Ő nekik elég volt a tüntetésből, tovább nem érdekes. Elmennek, gondolom, mondjuk aszfaltot forgatni. Nézzük már meg, hova mennek, amikor itt zajlik az esemény a hátam mögött. Tehát még egyszer mutatom neked. Itt van az esemény, amire mindenki gyűlik össze. Az MTV kamerája ott távozik. Ez, mint, hogy mondjam, felvételi kritérium lenne, hogy kerüljük el a történéseket, lehetőleg jó messziről, próbáljunk meg. Én nem is tudom, mit kell mutatniuk. Mécseseket helyeztek el talán az MTV logójánál. Nem, most mennek oda, hogy a furkát, csúnyarot, annak ott is esemény történik. Igazságtalan voltam. Ők a graffitizőket filmezik, akit a rendőrök filmeznek, én meg mindenkit filmezek, hát ez az igazi metakommunikáció, kérem. Itt zajlik most a filmezők filmezésének filmezése. Nem, igen, de itt ez zajlott. Q1G került föl az aszfaltra is, és az ajtókra is feliratként. Van a felirat, amiről beszéltem. Próbálunk meg, hát van pár matrica, stop, propaganda, MTV-e, Európa szégyene, hazugsággyár. Hát csak azoknak mondom, akik nem tudnak olvasni, esetleg szabad oktatást. Matricája. Igen. És amit kerestünk az előbb, vagyis hát félig megnéztünk, az apa, férfi, tanárhiány, nő. Menjetek fel az A-hang oldalára, érdemes őket követni. Küldjétek el a levelet, amit éppen az MTV-ben a tanárok érdekében is írtak. Szóval nem látom, hogy itt most valami ügyelet. Jelezném, hogy ha majd előállítják ezeket a fiatalokat, hogy krétával írnak. Ajajaj. Rosszul lehet hallani, gondolom. A lényeg, amit mondani akartam, hogy krétával rajzolnak az új burkolatra, csak még mielőtt a kormánymédiában majd elmondják neked és másoknak, hogy lemoshatatlanul összefirgálták az MTV-a előtti placot, megrongálták, és több 10 millió forintnyi kár keletkezett, akkor tud, hogy hazudnak. Sima, egyszerű, boltban kapható krétáról van szó, amivel felírta különböző üzeneteket az aszfaltra. Hát én itt azt látom, hogy lankad a lelkesedés. De nem látom, hogy itt ma, mert lehet, hogy én érzetem rossz, de nem gondolom, hogy itt ma még fog történni ezen túl valami. Körbeér, ha jól sejtem, a tömeg a MTV oldalánál. Igen, és hát én azt hiszem, hogy elbúcsúzom azzal, hogy integettek az együtt volt politikusainak, akiket nem akarok kamerába mutatni, de nem, engem meg se ismernek már, képzeljétek el. Nem vagytok kamerában, én vagyok benne, tehát erre van. Kérdés, hogy akartok-e bármit mondani? Mutogathatsz, hogy nem. Csá. Jó, nem hozlak titeket arra, hogy csak azért, mert közösen voltunk egy pártban. Ez a párt már nincs, viszont vagyunk helyette civilként jelen a tüntetésen. Elbúcsúztam tőlük. Szóval a lényeg, hogy itt, hát igen, végigért a tömeg, nem gondolom, hogy lesz. Hoppá, 10%-on van hátra, tehát azt hiszem már csak azért is kénytelen vagyok elbúcsúzni, mert egy technika
nem fogja bírni ezt tovább. Nem vagyok biztos benne, hogy egyébként ha bírná, akkor lenne mit mutatnom. Ez itt már csendes, halk tömegről van szó, a fáklyákat feltűzték a kerítésre bizonyos helyeken, de igazából tulajdonképpen végig. Van, ahol konzultáció ég éppen, de ezek a legerősebb történések pillanatnyilag, amiket én látok. Egyébként ennyit lehet hallani és dudálnak. De hát itt félek, hogy az elhaladó autók csalódottak lesznek, amikor egy színpad állja útjukat, hogy hiába dudálnak a tömegre, hogy elmenének. A színpad az nagyobb akadály lesz. Van kemény maga pakettám. Bocsásatok, még segítetek nekem, magam felé fordítottam a kamerát, de szívesen venném, ha elmondnátok ti, hogy mi zajlik ott, mert addig nem mentem el. Már egészen fordítottam felétek? Nem nagyon. De én onnan jöttünk vissza. Értem, de fordítottam felétek, élő adás. Ja persze, nyugodtan. Igen, hello, hogy mondd már, Léci, hogy mi zajlik ott, mert ott látszik, hogy tényleg egész messze is, tehát a kerítésen túl is vannak emberek. Azt hiszem ez a hátsó, nem lehet körbeérni, mert lezárták a rendőrök. Igen. Azt a szakasz, de látszik, hogy szegény rendőrök nem készültek fel arra, hogy egy ilyen jelentősebb embertömeggel állnak szembe, de ott van a Hatházi Ákos, és egy picit azért hűti a kedélyeket, tehát azért nem az van, hogy nekiesünk a védőfelszerelés nélküli rendőröknek, de hát nem engedték meg. Radikális a tömeg? Tehát, hogy ne, hát nyilván van. Hát a... De mit temegettek meg, hogy mit szándékozott hát, hogy körbe menjünk. Tehát, hogy körbe, ja. Körbe menjünk tovább. Nem lehet tovább menni. Ott van egy hátsó bejárat, és akkor azon nem lehet... Ja jó, de az már az épület, hogy mondjam, területe az, lenne. Az utcán nem lehet, lezárták az utcán. Nem lehet tovább menni? És akkor blokkolták. Blokkolták. Most sajnálom, hogy na jó, csak azért is elmegyek odáig, remélem, hogy a telefon menjetek bírja. Boldizsás, szia! Az a kérdés, találkozunk hogy fogja bírni. Okay, szóval, hogy megpróbálom megnézni. Akkor Boldizsár, te is nem baj, ha szerepelsz benne? Szóval akkor mesélj, hogy addig, amíg sétálunk oda, csak lassabban menjünk egyel, hogy mit láttál, vagy mi zajlott. Lent vagy Ildikó, bocsánat, ájjájjáj. Egy pillanat, Ildikó, elnézést, Ildikó, drága. Igen, hello. Aktív, élő adás megy, tehát ne lepődj meg itt. Nem csak mert pár politikusokat vadáztam, és örülök, hogy látlak. Van-e bármi plusz üzenetet, mert hallottunk MSZP politikustól olyat, hogy Hatházi rendezvénye árt a tanárok ügyének, hiszen hát, hogy eltereli a figyelmet, és mégis itt vagy. Igen, természetesen. Hát én azt hiszem, noha jó szándékú ember mondta az új társel nekünk, és jó szándékú, de ebben nagyon tévedett. Eleven bizonyíték arra, hogy az egyik tiltakozás nem oltja ki a másikat, hogy aki a tanárokkal, diákokkal akart találkozni, az nyugodtan eljöhetett ide is, hiszen a színpadról többek között ők beszéltek. De ha nem így lett volna, ha egyetlen tanár sem szól a színpadról, akkor sem hiszem, hogy az egyik jogos sérelem fedi a másikat, hiszen ugyanarról van szó, és ugyanaz a gyökere, az a hatalmi pökhendiség, ami a tanárokkal nem áll szóba, ugyanaz szól ebből az épületből. Ez egy dolog, egy ország, egy ügy, ezért is jöttem ide is, meg a tanártüntetésre. Vége lesz ennek egyszer? Vagy hogy lesz vége, akkor így kérdezem. Sok mindenen túl vagy már sok politikust láttál élőben, és mire lehet számítani szerinted? Nézd, én azt gondolom, hogy az, hogy csúnya vége legyen, tehát véres, rossz, összeütközéses, azt egyikünk sem akarja. De az eddigi módszerek meghatástalanok voltak. Azt hiszem, hogy Hatházi Ákosnak nagyjából igaza volt abban a terápiában, ami a színpadról elhangzott. Ő hibrid forradalomnak nevezte az egyre növekvő erősségű és radikalitású, de nem erőszakos megmozdulások sorát. Nagyon szimbolikus kép volt, ahogy a fáklyákat úgy gyújtottuk meg, hogy egymást akadtuk át a lángot. Hát valami ilyesmi van szükség. Itt volt egy résztvevő, én itt azt csináltam, hogy a háttérben beszéltem részben, szereplők részben vadáztam a pártpolitikusokat, és civil szereplőket. Az egyik fiatal srác vetette föl, hogy akkor lenne értelme, igazából ha itt maradnának az emberek, és mint egy rotációban mások jönnek és váltanák őket, és egy állandó blokkád lenne, egy állandó kordon. Hát én is azt szeretném volna elmondani, hogy tesznek róla, hogy itt valami forradalom legyen, mert lezárták a rendőrök az utcát. Én odaindultam, hazamenni.
Nem lehet, hogy valaki azt mondta, egy úgymond civil demonstráló, hogy állandó jelenlétre volna szükség váltott tüntetőkkel. Szerintem annak a hibrid forradalomnak, ami egyre erősödő megmozdulásokban helyeződhet ki, mondjuk így a hatházi teória szerint, valami ilyen a vége, amikor már nem megyünk haza. Aha. Jó, hát akkor... Úgy legyen. Ildikó, köszönöm. Örülök szépen. Örülök, hogy látszalak. Én is. Nem tudom most ezeket. Lendva Ildikót látok, a Partizánon, a, hát megmondom, hogy a hosszú változatnak a kétharmadánál járok. Ha valaki kíváncsi Lendva Ildikó gondolataira a Partizánon, Partizánra gondolom, egyébként is feliratkozottak már, nem. Itt az ideje. A hosszú változatnál van egy rövidebb, és az is elég hosszú. Hát is elég hosszú. Szóval jó. Köszi okay, nagyon. Örülök. Szia. Szóval, hogy ezek szerint voltak pártpolitikusok nekem közben itt, viszont tényleg a telefonom esélytelen, hogy bírja végig. Úgy tűnik, hogy tényleg békességben, és mindenki jön vissza. Annyit lehet tudni, hogy az utca végén a rendőrség lezárta az átadás lehetőségét, de egyébként minden más irányba, már minden más irány, érzést az arra haza lehet menni. De, úgyhogy most én is ezt teszem. Nagyon örülök, hogy itt voltál, hát remélem, hogy volt valami haszna annak, hogy én is itt voltam. Bízom benne, hogy tapasztalatot szereztünk közösen. Sajnálom, hogy nem személyesen találkoztunk. Jó volt azokkal személyesen találkozni, akik itt voltak. Legyél itt legközelebb. Szerintem az adásnak, ennek a, én nem is tudom mióta megy, de legfontosabb üzenete az a srác volt, aki, amit a végén is elmondtam, hogy bizony egy egymást támogató, folyamatos ellenállásra van szükség. Majd meghallgatom én is, hogy Hatházi Ágos a színpadról mit mondott, mert ugye ez az adás nem annak szólt, hogy a színpadi beszédeket közvetítsem, hanem inkább az ott felszólalókat egyébként egyéb ügyekben kérdeztem, vagy olyanokat, akik nem voltak a színpadon, de mondjuk a közélet releváns szereplői, vagy pedig teljesen átlagos civil állampolgárok, akik itt voltak a kamera előtt. Úgyhogy én javaslom, hogy ha van kedved, akkor nézd végig. Én most elbúcsúzom, és találkozunk még, jövök vissza újra videókkal, de az szóval jövök vissza újra videókkal, remélem, hogy találkozunk még. Tényleg, hát akkor egy dobszóval búcsúzom. Igen. Na úgyhogy, hát, egy O1-G-t formáló. Így akkor vége az adás.